Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntöm az EVTN televízió kedves nézőit, hallgatóit. Mórosz Tamás bodajki plébános atya vagyok. Én leszek ma önökkel ezen a délelőtt a Kommunió című adásban, amely egy élő adás, és amelybe várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, hogy közösen gondolkodjunk, közösen elmélkedjünk az egyház dolgairól. A mai napra egy szép témát hoztam, így január 19-e pénteken, ez pedig az imádság, és azon belül is pedig a zsolozsma imádkozása. Szeretnék tanúságot tenni arról, hogy mi, atyák, hogyan imádkozunk, a személyes ima életünk egy legfontosabb részéről, a zsolozsmáról. De mielőtt a témába belekezdenénk, szeretném a napot ismertetni. Január 19-e van, Márió és Sára napja. Isten éltesse azokat, akik ezekkel a nevekkel élnek. Külön szeretném Sára ismerőseimet köszönteni innen a televízióból is, kedves munkatársunk, irodavezetőnket és barátom kislányát is, akik ezzel a szép ószövetségi névvel lettek megáldva, és ebben a névben használják életük mindennapjait. Illetve köszöntöm azokat is, akik bekapcsolódva az adásba szeretnének együtt gondolkodni, együtt imádkozni velünk. Elmondanám az élőadás és az adás elérhetőségeit. Az élőadás telefonszámát a 061-808-9555-ös telefonszámon érnek el bennünket. Akik ezen a telefonszámon hívnak, azokkal tudunk beszélni, azokkal tudok beszélni, megoszthatják gondolataikat, kérdéseiket. Akik pedig a televízió közönség szolgálatával szeretnének beszélni, ahol a televízióval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tehetik fel, elmondanám a közönség szolgálat telefonszámát és e-mail címét. Ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, és a közösségszolgálat@evtn.hu e-mail címen, a természetesen ékezetek nélkül értendő e-mail címen tudnak az adáshoz hozzászólni, pontosabban a televízió működéséhez hozzászólni. Köznap van egyházunkban, és ez a pénteki nap lehetőséget ad arra, hogy egy picit akkora, mint bevezetőben már mondtam, az imádságról szeretnék közösen gondolkodni, és természetesen kihagyhatatlan az a téma, hogy a Budaekig egyhely plébánosaként Budaekről érkeztem, és a szűzanya, aki segít és aki megtanít az imádságra velünk legyen ezen a nap, természetesen örömmel várom azokat az észrevételeiket is, amik akár a szűzanyával kapcsolatosak, vagy akár kegyhelyünk élményeivel kapcsolatosak, hiszen már biztos, hogy sokan jártak Budaekon, vagy tervezik, hogy eljönnek hozzánk. Szeretnék majd a kegyhelyről is pár szót szólni, biztos lesz erre lehetőség a mai délelőtt folyamán. Ha már az imádságról beszélünk, talán úgy illik, és ez lenne a szép a mai műsorban, ha egy imádsággal kezdenénk, és egy olyan imádsággal kezdeném, amelyet ma reggel imádkozunk, pontosabban ma reggel imádkoztunk a papság imádságában, a zsolozsma imádságban. A reggeli dicséret himnuszát szeretném elimádkozni, és kicsit átelmélkedni, átimádkozni, közösen átgondolkodni. Örülnék, hogyha megosztanák kedvenc imájukat, vagy ima módjukat, amikkel közelebb tudnak kerülni az Istenhez, és örülnék, ha arról is tanúságot tennénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent az ima az életünkben, hiszen ez az a kapocs Istennel, amelynek a léte és a lényege meghatározza azt, hogy milyen az Isten kapcsolatunk. Hadd kezdjük akkor ezt az adást az imádsággal, azzal az imádsággal, amelyet ma reggel a zsolozsmában pénteki köznapként imádkoztunk. Isten, ki mennynek fénye vagy, és minden fénynek útfeje, atyánk, eget tart fenn karod, és mennyországot nyit kezed. Hajnal jön, tűnnek csillagok, nyomukban bíborhab fakad, s az égi szél gyöngyharmata új keresztvízként földre hull. Eltűnik már az éj sötét, az ég homálya messze száll, s Krisztus jelezve kelti már a hajnal csillag a napot. Napoknak napja Istenünk, kinek fényében lát szemünk, egyedül vagy mindenható, szent háromságban egyvaló. Megváltónk, búzgón kérlelünk, kik most előd betérdelünk, atyádat és szent lelkedet, hadd áldjuk szívből te veled. Amen. Úgy látom, hogy van is egy telefonáló, úgyhogy örömmel hallgatom, és utána pedig erről a szép imádságról szeretnék beszélni. Hallgatom szeretettel az EVTN televízió műsorában, élőadásban van. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tamás atya!
Mindörökké, amen. Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a képernyőn is, meg élőadásba is. Szeretnék én is az imádságra tetszett koncentrálni, hogy ugye én mindig imádkozom, hogy meg énekelek is nagyon sokat, mert régebben ott jártunk önöknél, a Rózsi mamámnak csoportja, zarándokoltunk oda Bodajkra, és az olyan szép az a templom, de nagyon régen voltam már ott. És mindig imádkozva, énekelve mentünk mindig a Rózsi mamájékkal, a érdiekkel, és olyan gyönyörű volt, hogy az ember föl lélegezik, szívvel, lélekkel tud hozzá folyamodni az Úrhoz, meg a Máriához. Mert mikor mentünk Medjugorjéba is, akkor is busszal fölültünk a buszra, érenkéjék a szeretetlánk csoporttal, és akkor elkezdtük a fölajánlotta érenke, hogy kiér imádkozunk, és így elkezdtük az imaórát is végezni, akkor rózsafűzéreket. Én ebbe járok, jártas vagyok, mert én hajnalban fölébredek, és imádkozom az Úrhoz, és Solozsmát is az is tetszett említeni, amikor megyek a Ferenciek terére reggel korán, és akkor egyik fele mondja az egyiket, egyik Zsolozsmának a szövegét, és a másikat meg a másik csoport. Én már ebbe belejáratos vagyok, a Zsolozsmába is. És öröm hallgatni, tényleg, mert tényleg az ember közel van az Úrhoz, meg a szűzanyához, közel van. És annyira jó érzés, hogy el nem lehet mondani. Hát nagyon köszönöm, és pont erről szeretnék én is tanúságot tenni, hogy ha egy mondatban össze kell foglalnom, akkor az imádságnak a legnagyobb gyümölcse maga az imádság. Hogy jó az Úrral lenni, és jó beszélni vele, és hogy tényleg szépek ezek a szent helyek, most a Bodajkról is említhetem, de említett más helyeket is, hogy az embert imádságra hívják, és az a múlt beszél, amit megtapasztalhat egy kegyhelyen is, a koptatott padok a kegyhely múltjában, hogy hány százan, ezeren imádkoztak ott mi előttünk, és hogy bizony, meg éjszakákat. Nem jó szó ez, hogy sikeres volt az imádság, majd erről is szeretnék ma beszélni, hogy az imádságnak nincs olyan gyümölcse, hogy most Isten többet ad, ha többet imádkozunk, hanem az imádságnak önmagának van értéke, hogy kapcsolatba kerülünk vele. És a Zsolozsmát külön nagyon örülök, a Ferenciek terén biztos, hogy szépen imádkozzák ezeket a Zsolozsmákat. Szépen végzik, mert a Szent Kúton is. Amiben az egyház a közös imádságában tudunk bekapcsolódni. Igen, hát nagyon örülök, hogy megosztotta velünk, és tegyünk egymásról előtt tanúságot, hogy bizony nagyon fontos az imádság, és külön örülök, hogy a Zsolozsmát is imádkozza, illetve közösségben tudja imádkozni, mert ez az egyház egyetemes, igen, közös imádsága. De nagyon jó érzés, igen. Ugye nagyon köszönöm, hogy megosztott ezt is, és kívánom, igen, sok nagyon örömünk legyen abban, hogy imádkozunk, és hogy meg tudjuk nagyon szólítani szépen, a mennyi Isten áldja, Isten áldja, köszönöm a telefont, Isten áldja, dicsértessék. Köszönöm, köszönöm ezt a tanúságtételt, és kicsit visszatérve Zsolozsmára, talán először általánosságban arról, hogy biztos, hogy hallottak a kedves televízió nézők arról, hogy az egyház egyetemes és liturgikus közös imádság az a Zsolozsma imádság, amelyre mi papok kötelezettséget is vállaltunk, hogy ezt az imát az egyház szolgálatában, az egyház egységében, közösségében elimádkozzuk és elvégezzük. Ha meg akarjuk fogalmazni a Zsolozsma imádságnak a lényegét, akkor valahol ott kellene kezdenünk, és arról kellene beszélnünk, hogy ez az az imádság, amely tulajdonképpen Jézus imádkozik és folytat, pontosabban Jézus szeretet kapcsolatában érthető meg legjobban, amelyet az Atyához intéz. Ugye azt nézzük, hogy a Zsolozsmának a gerince az tulajdonképpen a zsoltárok, az ószövetségi zsoltárok. Az egészül ki himnuszokkal,
újszövetségi olvasmányokkal és az egyházatyák, az őskeresztény olvasmányrenddel, akkor tulajdonképpen ezt a Zsoltár gerincet tekintve láthatjuk, hogy Jézus saját imádságát folytatjuk. Hiszen, hogyha megkérdezzük, hogy Jézus hogyan imádkozott és mit imádkozott, akkor elsősorban a zsoltárokra kell gondolnunk. Ahogy idéz is a Szentírásból több helyütt zsoltárokat, visszautal az Ószövetségre. És hát abban a korban maga a hittantanulás, maga a hittanulás is abból állt, az imádság megtanulása is abból állt, hogy tulajdonképpen a zsoltárokon keresztül megtanulták, hogyan kell dicsőíteni, magasztalni és az Istent, és kérni az Istentől. És valóban nagyon szép látni, hogy Jézus sajátjává válnak a zsoltárok, és megtalálja benne, hogy tulajdonképpen ez ő benne érthető, meg ő benne nyer értelmet a zsoltár imádkozás. És az egyház ezt a hagyományt úgy veszi át, hogy Krisztusban újra értelmezi ezeket a zsoltárokat, és Krisztusban nyer értelmet maga a zsoltár imádsága. Az is szép, hogy itt az egyetemes egyház közösség jelenik meg. Ha belegondolunk abba, hogy a felolvasott himnuszt ma minden pap reggel elimádkozta, hiszen ez volt az a közös imádságunk második hét péntek reggelén, amelyet az egyetemes egyház elvégez, akkor belegondoltunk abba, hogy hány ezeren, százan, millióan vagyunk, akik zsolozsmázunk, és ugyanezt a himnuszban, azt a egységet és azt a közösséget, és természetesen magában a zsolozsmában, ezt a közösséget megtartjuk. Van ennek az egységnek egy nagy ereje, amelyet már az őskeresztény egyházban megéreztek, hiszen maga Jézus mondja, hogy ketten, hárman kértek az én nevemben, megadom nektek, és ott leszek veletek. Ez az egység, ez nagyon szép, és nagyon fontos, hogy a zsolozsmában ez az egység megjelenik. Az embernek vannak saját imádságai, én szívesen teszek én is erről tanúságot, miket szoktam imádkozni, mik az én belső személyes imádságaim, de az biztos, hogy az ima óráim és az imádságom lényegét maga a zsolozsma, mint ima óra adja meg, amely köztudott, hogy több részből áll, a két fő ima óra mellett, a laudes és a vesperás mellett a napközi ima óra tölti ki a napot, amelyet megfelelő napszakban, időszakban végezhetünk. A lefekvés előtti kompletórium zárja le a napot, és az olvasmányos ima óra, amely régebben az éjszakai időre volt kiírva, most arra pedig szabadon választhatóan megjelenik az ember életében, amikor éppen ideje van, lehetősége van. Az egy kicsit elméletibb, és ott megjelenik egy ószövetségi vagy újszövetségi olvasmány, és az egyházatyák, vagy éppen valamelyik szent életéhez kötődő olvasmány. Szép a zsolozsma, és az ember kispapként már belenő ebbe. Talán most egy picit bele is mennék ebbe a himnuszba, ha nincs telefonáló, de szívesen elmondom az élőadás telefonszámát is, amin szeretettel hallgatom és várom az érdeklődőket, a tanúságot tevőket, vagy a kérdezőket. A 061-808-9555-ös telefonszámon tudnak bekapcsolódni a műsorhoz, elmondani örömeiket, nehézségeiket, és tanúságot tenni legfőképpen az imádságról, vagy éppen a zsolozsma imádságról, amely úgy gondolom, hogy a mai napunk témája lehet és témája kell, hogy legyen. Ezek a himnuszok egyébként, amik a zsolozsmát elindítják, az új rend szerint ide kerültek ezek a himnuszok, nagy része és jelentős része szintén a korai egyház szülemény, a korai egyház ajándéka. Sok Szent Ambrus himnusz van benne, Nagy Szent Gergelyhez is kötődő imádságok is megjelennek benne, és valóban olyan igazságokat fogalmaz meg egy picit már a költészet, a verselés nyelvén, amelyben megjelenik a korai egyház hitvallása is. Így egy kicsit, ha belemegyünk ebbe a szép himnuszba, van most egy kis időnk, amelyet ma reggel imádkoztunk. Isten, ki mennek fénye vagy, és minden fénynek kútfeje, Atyánk, eget tart fenn karod, és mennyországot nyit kezed. Hajnal jön, tűnnek csillagok, nyomukban bíborhab fakad, s az égi szél gyöngy harmata új keresztvízként földre hull. Nagyon szeretem bizonyos himnuszokban, amikor a természeti képeken keresztül Isten ajándékozó szeretetét imádkozza meg az egyház. És ezt olyan mély teológiai tartalommal teszi, hogy tulajdonképpen az embert felkészíti és belehelyezi abba, hogy az Isten a teremtésnek az ura, és a teremtésen keresztül a mindenhatóságát, az ő végtelen szeretetét megünnepelhetjük. Isten, ki mennynek fénye vagy, és minden fénynek kútfeje, Atyánk, eget tart fenn karod, és mennyországot nyit kezed. Ugye amikor reggel ima órát elmondjuk, és tulajdonképpen a megvilágosodott, a reggel felé felkelő nap fényében imádkozunk, akkor tulajdonképpen egy kicsit megimádkozhatjuk azt is, hogy
hogy a felkelő nap megjeleníti Istennek azt a ragyogását, amely már az örök élet fénye. Nem maga az a fényisten, hanem ez a fény, mint egy képként jelenik meg az ember életében, ahogy egyébként az este, az éjszaka halál szimbóluma. Az éjszaka imaórában, abban a himnuszban, pontosan a lemenő nap utáni sötétségben megimádkozzuk, hogy Urunk, maradj velünk ezekben a nehéz percekben is, amikor mintegy a halálunkat éljük meg a sötétség beálltával. A reggeli nap fénye azonban egyben a föltámadás fénye is, hisz Jézus hajnali föltámadása egyben szimbólum is. Vagy ahogy Lukács evangéliumában olyan szépen megjelenik az első fejezet, hiszem 78. versében, meglátogat minket felkelő napunk a magasságból. A születés, a Krisztus esemény, a megtestesülés örömét Lukács ezzel a gyönyörű képpel írja le, amely egyébként a Benediktus imádságban van, Zakariás által elmondott imádságban van, ahol a felkelő nap fénye tulajdonképpen Krisztus megérkezése a sötétségbe, és hát János evangéliumában olvashatjuk, hogy a sötétségbe érkező világosság képében jelenik meg Krisztus, amely a világba jön, a sötét világba jön, hogy megvilágítson mindent, vagy más helyen is olvashatjuk, hogy Krisztus, mint a világ világossága jelenik meg. Jó megélni reggel a felkelő nap fényében azt az örömet, hogy Krisztus megjelenik az ember életében, és maga az Isten megvilágosítja az ember életét, mint ahogy a hajnali fény, a napfénye megvilágosítja az ember életét. Hajnal jön, tűnnek csillagok, nyomukban bíborhab fakad, s az égi szél gyöngyharmata új keresztvízként földre hull. Szép ez a kép, ahogy a reggeli harmat képében, mint egy a víz szimbólumában megjelenik a keresztség, amely azért is nagyon fontos, mert az embert minden nap figyelmezteti arra, hogy Isten gyermeke lett. Figyelmezteti arra, hogy a víz megtisztító ereje nem egyszerűen csak a bűnöket mosta le, hanem Isten gyermekévé tett minket. A víz itt nem csak lemosó erővel bír, vagy megtisztító erővel bír, hanem újjászületést ad, hiszen az igazi keresztségben az ember alámerül, mint egy a halálát, és a feltámadását, mint egy az vízből való feljövetelét ünnepelheti meg. Eltűnik már az éj sötét, az ég homálya messze száll, s Krisztust jelezve kelti már a hajnalcsillag a napot. Szép ez a szimbólum, hogy a hajnalcsillag megjelenése, mint egy előre vetíti, hogy lesz hajnal, hogy a világosságban megjelenik, hogy Krisztus eljön közénk, és megvilágosítja ezt a sötét világot. Ez a hajnalcsillag egy picit olyan szimbólum is, talán a szűzanyára utalva, ki a Stella Maris, az a világító csillag, amely ebben a sötétségben, a mi életünkben is megjeleníti azt a fényt, hogy igenis lehet jónak lenni, van értelme jónak lenni, és hogy felmutatja azt az isteni áldott állapotot, azt a teremtett világ állapotát, a megszentelő kegyelem állapotát, amelyben az ember megélheti, hogy nem csak a bűn van ebben a földön, ezen a földön és ezen a világon. Napoknak napja Istenünk, kinek fényében lát szemünk, egyedül vagy mindenható, szent háromságban egy való. Ez a napoknak napja Istenünk, hogy Isten a nap fölött is Úr, és ő alkotta a napot. Kicsit olyan világba kezdünk élni, amely, mintha újra panteizmusba csúszna bele, vagy abba a nézetbe lépne bele, hogy a számunkra a legnehezebben elérhető és legtöbbet adó nap energiáját kezdik isteníteni egyesek. Nekünk is voltak egy helyen ilyen élményünk, amikor még oda kerültem, hogy jöttek egyesek imádkozni, hogy szeretnének a Zarándok udvar lépcsőjére odaállni, és 10 percet a nap fürdőzni, és hogy ott megnyerni a kegyelmeket. És úgy kicsit megmosolyogva, de azért úgy komolyan gondolva, hogy milyen furcsa, hogy a nap milyen kegyelmeket tud árasztani, azon túl, hogy bizony-bizony nagyon fontos a nap fényében való megfürdés, hogy termelődjön D-vitamin, főleg így télen egy jó séta kapcsán, vagy nyáron is, hát nyilván a lehetőségekhez mérten, sok levegőn töltött időben fontos a nap ereje, a nap fénye, de azért az nagyon fontos, hogy a nap az nem maga az Isten. A napot az Isten adta. A nap egy égi test, amely a legfényesebben ragyog, és talán Isten nagyságát is be tudja mutatni, de nem maga az Isten. És ez nagyon fontos abban a világban felfedeznünk, ahol egyre többet beszélünk arról, hogy a személytelen dolgaink energiát tudnak adni, vagy éppen kegyelmet tudnak közvetíteni, amely szinte lehetetlen.
hogy egy tárgy soha nem fog tudni szeretni. Soha nem fogja tudni azt mondani, még ha egy robotként betáplálják is, hogy én szeretlek téged, fontos vagy, vagy éppen megölel bennünket, nem fog kiváltani belőlünk semmit, hiszen az anyagvilág, maga a tárgyaink képtelenek arra a személyes szeretetre, amelyre csak az ember képes, amely Isten alkotta teremtmény. És fontos tudatosítanunk magunkban, hogy, hogy biztos sokunknak volt, vagy van kabala figurája, vagy olyan apróságok, amik biztos, hogy lehetőségek az életben, de, de hogy azért ezek önmagában nem tudnak segíteni. Nem tudunk leborulni a nap és a hold előtt, hogy, hogy, hogy adjanak erőt és energiát. Mi a személyes Istent szeretjük. Nagyon szép a Zsolozsmában, ahogy az embert úgy hajnalban, vagy reggel már úgy, hogy az egyház imádságában úgy belehelyezkedik abba, hogy Isten lehet csak imádni ebben az életben. Őtől lehet remélni bármi segítséget is, és ő tud egyedül szeretni, ahogy nekem is ezt a képességet megadta. Szép ez a mondat is, amely tulajdonképpen ezt ki is mondja, hogy egyedül vagy mindenható, Szent Háromságban egyvaló. Azért nagyon fontos ez az egyedül vagy mindenható is, mert hát azért nagyon sok dologban tud a mai ember hinni és remélni. És mintha Isten csak egy lenne a sok közül, mintha Isten csak egy valaki, valami lenne, amelyhez az ember odafordul, olyan szép Márk evangélium a 9. fejezetében, ahogy az édesapa, aki gyermeke gyógyulását reméli, és szólnak neki, hogy itt van ez a Jézus, aki is tud segíteni, és hát Uram, jó van, akkor te is megpróbálhatod. És akkor Jézus úgy vissza is kérdez, hogy megpróbálhatom, hogy... És akkor úgy elszégyelli talán magát az édesapa, és kimondja azt a nagyon szép mondatot, amely egy nagyon mély emberi hitvallás. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. És olyan szép ez a mondata, hogy az ember beismeri, hogy Jézus mondja neki, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. És hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Mindent megpróbáltam már, sok helyre nyúltam, és nem vettem észre, hogy egyedül te vagy az Isten, te vagy a mindenható. És a minden himnusz, ahogy a zsoltárok is egy dicsőséggel, Isten szentháromságos, az is szentháromságos Isten dicsőítésével zárul, ez a dicsőítés itt is megjelenik a himnusz utolsó versében, mint ahogy minden himnusz így zárul. Megváltunk buzgón, kérlelünk, kik most előtt betérdelünk, atyádat és szent lelkedet hadd áldjuk szívből te veled. Nagyon fontos, hogy a Szent Háromság Úristen szólítjuk meg minden imádságban is, hogyha visszatérhetek erre a kezdeti képre, akkor megjelenik az, hogy Jézusban imádjuk, vagy Jézus által a Szentlélekben imádjuk az Atyát, amikor zsoltározunk, és amikor zsolozsmázunk. Tulajdonképpen maga az egyház liturgikus imádsága is ez. Hogy Jézus mutatja be a örök áldozatát a Szentmisében, és az áldozat a Szentlélekben az Atyához kerül. Van egy telefonálunk, szívesen hallgatom, az EVTN televízió élőadásában. Tessék parancsolni. Úgy hallom, hogy közben megszakadt a telefonálóval a kapcsolat, de amint sikerül őt utolérni, vagy újra telefonál, akkor szeretettel hallgatjuk. Nagyon örülnék, ha tanúságot tennénk arról, hogy milyen imádságban szerzett örömeink, vagy sikereink vannak. Ezt a szót nagyon nem szeretem, és elnézést, hogy másodszorra mondom, de talán pont azért akarom mondani, mert fontosnak tartom, hogy arról is tanúságot tegyünk, hogy az imádság az nem egy olyan cselekedet, vagy egy olyan esemény, amelynek valami gyümölcséért tesszük, vagy valami olyan külső gyümölcsöt, sikert várunk, amely, na, sokat imádkozunk, akkor még jobbak leszünk, vagy még jobban szeret bennünket az Isten, mert ha nem imádkozunk az Isten, akkor is ugyanúgy szeret bennünket. Az imádság engemet helyez közelebb az Istenhez, és nem az Isten szeretetét formálja át az én irányomba másként. Olyan szép megérezni azt, hogy amikor az ember eljut az imádságban oda, hogy az imádság önmagáért van. És hogy a kérő imádságainkat is belehelyezzük, minden kérelmünket belehelyezzük, mint hogy az egyház is ezt teszi, magában abban az egyetemes imádságban, ahová az egyház belehelyezi a kéréseket, a nehézségeket, a problémákat, és valóban ez a fajta egységes kérés jelenik meg abban, hogy az ember imádkozik, és tulajdonképpen nem valamiért imádkozik, hanem önmagáért végzi az imádságot.
Kicsit talán úgy van ez, mint a családi kapcsolatainkban, vagy a baráti kapcsolatainkban, hogy hát nem azért beszélgetünk, hogy valamit elnyerjünk, vagy megnyerjünk a másiktól, hanem mert szeretjük a másikat. Itt van egy telefonáló, hallgatom szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenek nekem jelenne. Röviden volna hozzáfűzni, amit előbb hallottam a televízión keresztül. Ebben úgy nevezett, hogy azt tetszett mondani, hogy a Úr Jézus lehet imádni. Én úgy tanultam gyerekkorom óta, hogy egyedül csak az Úr Jézus, tehát az, hogy én pénzt imádok, különböző vagyont, mindent, tehát az a helyzet, hogy jelenleg, ha én jól látom, már pedig szerintem jól látom, jelenleg nem az Úr Jézus, meg nem az Úr Szent Istent, meg ilyen dolgokat imádnak, hanem pontosan az anyagi javakat imádják. És pontosan, amikor azt mondja, hogy a vagyon szentsége, akkor a szöges jelentét beáll az eredeti dologgal, mert szerintem a vagyonnak nem lehet szentsége, mert a vagyon egyedül az Úr Jézusé vagy a Jóistené. Úgyhogy én ezen voltam nagyon kiakadva, hogy lehet egy vagyon szentségnek nevezni, és hogy lehet arra buzdítani, hogy tulajdonképpen minél több vagyon gyűjtsetek, minél több pénz gyűjtsetek, járjatok szórakozni, csináljatok, mint akartok, ti vagytok a saját maga urai, azt csináltok, akartok, és én szerintem jelenleg úgy áll a helyzet, hogy már gyerekkorban el kellene kezdeni, hogy megtanítani a gyermekekkel a helyes utat. De ehelyett pontosan jelenleg a fogyasztás, a vagyongyűjtés, a minden, ez a fő szempont. Úgyhogy, és az a helyzet, hogy abszolút még egy problémám van nekem, amikor látom, hogy rengeteg ilyen kis, hát ők ilyen gyülekezetek, vagy nem tudom, ilyen kis csoportok, vagy minek nevezzem, ahol tulajdonképpen a fiatalok nem azt hallják, amit kellene, hanem pont az ellentétét. Pontosan ezekre a negatív dolgokra tanítják őket tulajdonképpen, és azért van az, hogy mutatják, hogy különböző felekezetek, ez bármelyikre mondom, tulajdonképpen eltávolodnak az egyháztól, tehát nem tudják, hogy mi a helyes, mit kellene kitenni, és tulajdonképpen ebből van szerintem a probléma, hogy a mai fiatalok tulajdonképpen ilyenek, és egy mondatot csak azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen aki eltáborodik az egyháztól, az magától a Jóistentől táborodik el, ezt jól tudom. Ezt szeretném röviden megérdeklődni, és az, hogy tulajdonképpen azért nagyon jó ez a televízió, meg hát általában egyházi televíziók, akik tulajdonképpen az igazságot tanítják meg a fiataloknak, igazságra világítanak rá, és nem pont az ellenkezőjére. Úgyhogy én csak ezért telefonáltam, mert most bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy erről van szó, és engem hát szó szerint zavar ez a felfogás, meg ez az életszemlélet, amiben jelenleg a fiatalok vannak. Úgyhogy nekem az egy meglátásom, hogy tulajdonképpen azok a gyermekek, akik 1989 óta születtek, azok teljesen mások, mint annak idején, hát voltak az 50-es évben, vagy 60, tehát a régi időben mik voltak, és az a helyzet, hogy ezek a gyermekek most már felnőttek, ezek mivel nem hallottak ezekről a dolgokról, ezt nem tanított nekik senki, hát ezáltal ők tulajdonképpen nem tudják azt, hogy az ő gyermekeinek tulajdonképpen mit kell adni. Ők azt hiszik, hogy ha pénzt adnak, vagy kocsit adnak, lakást adnak már nagyobbaknak, kisebbeknek is bármit kér, mindent megadnak neki, de ebben tulajdonképpen egy nagyon fontos, nem adnak meg neki a lelkiséget. Köszönöm szépen. Hallgatom. Hogy a lelkiséget nem adják meg, és tulajdonképpen, hogy akkor ezeknek, hogy akik most már felnőttek, hiába mondják azt, hogy tulajdonképpen így a Jóisten, vagy a Jézus, vagy a szenteket, vagy bármilyen próbálnak így beszélni, egyszerűen szó szerint kinevetik a szülőket, és azt mondják, hogy hagyják őt békén, mert ő többre beszél az, hogy az interneten ezeket lát, többre beszél, hogy állandóan csak szórakozik, többre beszél, hogy abszolút nem érdekli a jövője, mert azt mondja, hogy majd lesz, majd valahogy alakul,
Úgyhogy én szerintem nem céltudatosak a mai fiatalság, aki 1989, ez az XY meg a Z generáció. És amikor mutatták a tévében, hát ez egy őrület, hogy mennyire nem tudják azt, hogyha ha valaki hisz a Jóistenbe, akkor az életnek minden nehézségét át fogja vészelni, mert a Jóisten meg fogja segíteni, úgyhogy lehet, hogy átmeneti szenvedések, meg különböző dolgok történnek vele, de ők, ha veletük van a Jóisten, akkor minden tovább érünk, hogy győztesen forra kikerülni ebből. Ellenkezősöm, hogy nem. Tulajdonképpen ezért van rengeteg drogos, ezért vannak a különböző mentális problémák, meg minden, mert tulajdonképpen nem tudják, hogy kihez forduljanak. Kitől kérhetnek segítséget? Ők nem a Jóistentől kérjük a segítséget, hanem azoktól, akik pontosan elvakítják őket, jelesetben szerintem a Sátántól, aki minden jót, minden szépet ígér nekik, cserébe azért, hogy tulajdonképpen ők nem vallásosak, ők nem a Jóistennel foglalkoznak, hanem pontosan ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, úgyhogy én azért mondom csak, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondhattam, mert ez eléggé olyan arról szó, hogy mit adnak a mai fiatalok tulajdonképpen, vagyis az idősek nem annyira, mert tulajdonképpen abszolút egy üres életet, szóval én nem is tudom, mert nem találsz rá szavakat, mikor látom, hogy tulajdonképpen, hogy mi zajlik ebben a világban. Úgyhogy, és akik nem azért vannak, hogy összefogjunk, és tényleg szebbé tegyük az életünket, és igen, és imádkozunk az Istenhez, és imádkozunk a vallásunkban, kinek melyik a vallása, és meg fogják kapni azt a segítséget, és ez kellene valahogy, hogy a földi a Jóisten a szemüket, vagy Úr Jézus attól függ, hogy kihez imádkozik, hogy ez nem helyes út, amerre megyünk. Ez csak a pusztulásba vezet. Ennek semmi pozitív hatása nincsen. Úgyhogy akik hallgatják ezt a televíziót, nagyon szépen megkérem azokat a szülőket, hogy vegyék ezt figyelembe, és gondolkozzanak rajta, és még nem késő, hogy próbálják a gyermeket jobb útra terelni, és valahogy hogy kinevelni belőlük ezt, hogy ennyire anyagiasak és ennyire gonoszak legyenek, mert például a szeretet, az a manapság, az egy úgymond nem kívánatos valami, mert aki azt mondja, hogy a szeretet meg hasonló, azt kinevetik. Mert azt mondják, hogy hát minek a szeretet? Hát van nekem mindent megkapok, akkor nekem az teljesen fölösleges, és ezt azért nem mondja, mert egyáltalán nem kapta meg a gyermekkorában ezt a szellemi indítást, és tulajdonképpen ez nagyon, nagyon kellemetlen ez a dolog, és én attól tartok, én már nem egy fiatal valaki vagyok, de attól tartok, akiket magunk mögött hagyjuk, hogy milyen körülmények közé tulajdonképpen, és ne hagyjuk magunkat lebeszélni, és ne hagyjuk magunkat, hogy ne legyünk vallásosak, és ne hallgassunk, mert én szerintem ez a Sátán kísértése, aki arra akar elvenni az emberek, rávenni az embereket, hogy őt szolgálják, és őt imádják. Nagyon köszönöm, dicsértetek. Köszönöm, hogy elmondtam, mindörökké, amen. Ha szeretnék válaszolni erre a telefonhívásra, először is az jutott eszembe, hogy az Úr Jézus már az evangéliumokban arról beszél, hogy a mammon vagy az Isten. Tehát a pénz az, a hatalom, a siker, és mind, ami ehhez kapcsolódik a mammonhoz, az mindig az embernek egy nagy kísértése volt. És ezt az Úr Jézus szembeállítja tulajdonképpen önmagával. Tehát itt nem azt mondja, hogy lehet egy kicsit engem is szeretni, meg a világot is szeretni, hanem ez szembeállítódik Jézusban. És ez azért nagyon fontos, mert itt tulajdonképpen nem önmagában a pénz, mint hiba, vagy a siker, mint hiba, hanem hogy az a fajta önzés, amelyben az ember tulajdonképpen a pénz által, a siker által önmagát kezdi el isteníteni. És itt szembe kerül azzal az Istennel, akinek egy alázatos hódolat és a teremtményi szeretet, a teremtményi hódolat járna. Hogyha úgy tényleg a magam életében figyelem, hogy
hogy az ember nagyon vigyázni kell, hogy az Istenről hirdesse, és nem magát istenítse mondjuk. Biztos egy pap életében is ez egy nagyon nagy küzdelem lehet például, hogy Isten nevében kell hirdetnünk az igét, és nagyon vigyázni kell, hogy keresztelő Szent János mondja, hogy elbújjunk, azaz ő növekedjen, én pedig kisebbedjek. De visszatérve arra, hogy én nem mondanám, hogy a mai fiatalok rosszabbak, mint akik voltak korábban. Talán a bűn látványosabb, és nem húznék ilyen éles határokat, hogy a 89 előtt született fiatalok mások, mint a 89 után születettek. Egy más világban növekedtek föl, az biztos, én még a 89 előtti ifjúságnak vagyok egy tagja, de bennünket is már nagyon erősen megkísértett az a világ, amelyre azért inkább azt mondom, hogy egyfajta félelem van az emberben, hogy ezek a fiatalok milyen világban nőnek föl, és majd erről szeretnék még folytatni, de van egy telefonáló, és szívesen meghallgatom őt is. Szeretettel hallgatjuk a telefonálót. Hallgatjuk a telefonálót az élőadásban. Hát azt mondták, hogy lesz, nem tudom, hallanak engem? Igen, most az élőadásban van, én Tamás Atya vagyok. De azt mondták, hogy előtte valami zenét fogok hallani, és majd... Már az élőadásban van, ha gondolja, akkor hallgatom, jó. De ha szeretnek én később mondom, szólni, mondom, köszönöm. Mondom. Ilona vagyok Budapestről, és én háromszor vagy négyszer jártam már Bodajkon. Még akkor jártam, amikor először még fel volt állványozva, és hát utoljára pedig akkor, amikor hát teljes pompájában ragyogott már felújítva a templom, és a környéke is, tehát a keresztúttal együtt, mindennel együtt. Visszatérve a Zsolozsmára, én több mint 45 éve imádkozom a Zsolozsmát. Még akkor, amikor először csak egy kis füzet volt, ami egy egyhetes imát tartalmazott, aztán megvettem azt a fűzött vastag könyvet is, ami még nem volt keményfedeles, vagy bőrfedeles, hanem csak papírfedele volt neki, és abból imádkoztam a Zsolozsmát, és biztos, hogy nagyon sok örömet ad. Nekem a legszebb, vagy legjobban tetszik, amit már gyerekkoromban megtanultam a akkori hittantanáromtól, Bölcsőri Zoltántól, a csütörtök reggeli himnusz, amit itt most ugye úgy hangzik, hogy már kél a nap. Igen, de mi úgy tanultuk, énekelve tanultuk, hogy ragyogba fénylik már a nap, az Úrhoz szálljon énekünk, hogy minden ártott üzen el, s járjon mindenütt velünk. Nyelvünket fogja fékre már, ne szóljon rútperek szava, szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség, a testnek dőfét törje meg, ételsitalban hősikvék. Hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Most ebbe nekem azt tetszik, ugye, hogy tulajdonképpen minden olyan földi élvezet, ami meg van engedve az embernek, hogy arra szólít föl bennünket, hogy ne vigyük ezeket túlzásba, hanem Isten elgondolása szerint éljünk azokkal a földi örömökkel, amiket ő nekünk adott, és ha túlzásba esünk, akkor sajnos bűnbe esünk. Úgyhogy nekem ez a kedvenc reggeli himnuszom. Nagyon hozzám is nőtt ez a himnusz, mert ferences gimnazista voltam Esztergomban, frankás diák. Én patronás diák voltam. És vasárnap reggel ezt imádkoztuk, ezt a himnuszt az ebédlőben, ez volt a reggeli imánk, és ezt harsogva énekeltük ott több százan. Nagyon beleivódott és belevésődött ez a szép himnusz, úgyhogy köszönöm, hogy megosztotta ezt, és örülök, hogy járt Bodajkon, úgyhogy biztos szép élmény lehetett. És én is járok, ha nem is minden nap, de ha
oda jutok a 11 órás misére a Ferencesek templomába, akkor utána ott maradok mindig a déli zsolozsmán, hogy közösen is imádkozzunk. Jaj, de jó. Ezt nagyon ajánlom, és talán ezt szeretném ma buzdítani a kedves televízió nézőket, hogy a személyes imádságainkon túl legyen az rózsafüzér, elmélkedés, próbáljunk egy kicsit bele kóstolni, meg ízlelni a zsolozsmának a szépségét, amely nem mondom, hogy könnyű, mert sok nehézen érthető szöveg van, de pont a himnuszok például olyanok, amit ön is imádkozott, és megmaradt egy életre, amely nagyon szép, és mit kell kérni reggel a Jóistentől, hanem azt, hogy fogja vissza azokat az elgondolásokat, vágyakat, bűnös gondolatokat, amikkel az ember küzdeni fog és küzd a napjában, és hogy milyen szép, hogy Istentől kérünk egy ilyen csendesedést, egy ilyen óvást az életünkre. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megosztotta ezt, és kívánok sok szép örömet a zsolozsmában is, meg az imádságban is. Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja az atyát, és a Bodajka zarándokolókat. Köszönjük szépen, köszönjük. Van még egy telefonáló vonalban, úgyhogy hallgatom szeretettel az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm az atyát, és két témába szeretnék hozzászólni. Az imádság nagyon fontos. Én karmelita harmadrendi voltam, tehát... Még mindig szól a televízióm? Bocsánat, na most jó. Hogy, köszönjük. Tehát a mindennapjaimat, most már nyugdíjas vagyok, mindennapjaimat az imádság teszi ki. Tehát imádkozom, elég sokat imádkozok, még a cunákumot is a papokért, illetve az egyházért. Hogy tehát egy stabilitás jöjjön itt létre. Több mint 30 évet hitoktattam. Tehát rajtunk is nagyon sok függött. Én úgy érzem, hogy akkor jó ez a hitoktatás, ért el valamit. Most, amikor nyugdíjba mentem már, és ahol az előző faluban laktam, kint ültem a padon, és akkor megáll egy kocsi, és egy hölgy száll ki egy kisbabával. És mondja, hogy Gyuri bácsi, nem mehettem el úgy, hogy a méhemnek gyümölcsét meg nem mutassam magának. Gyönyörű kisfiú, és már most szólok, hogy magához fog hitorra járni. Jaj, mondom, hát hol leszek én már akkor? Nem, azt mondja, én nagyon szerettem magát, és szóval példát kell adni az ifjúságnak. Mi sokat kirándultunk, ott volt közelünkben Mária gyűjt, sokszor mentünk, imádkoztunk a szűzanyához, mondom, én karmelita harmadrendi vagyok, és szóval az imádság az a mindennapi életem súlya. Tehát ha most ezt elvennék tőlem, akkor én egy félkarú valaki volnák. Szóval ezzel a hozzászólással szeretném úgy röviden az első témát, miért igazán az atyát hívtam, hogy most, hogy nyugdíjba mentem, évente úgy kijelölök 3-4-5 helyet, ez mind olyan, hogy tehát idén voltam Székesfehérváron kétszer, szóval bejártam a város kegyhelyeit, voltam Zala megyében, Lenti Komárom, Lenti Szombathely, ahol egy szűzanya jelenés volt, nem tudom, hogy nem sokat, biztos nem sokan tudnak róla. Voltam Kalocsán, és voltam Kaposváron. Most az idei évet is már tervezgetem, és mindenek előtt benne van, mivel én nagy Fejér megyei tisztelő vagyok, benne volna Bodajk. Én most 10 órakor el kell mennem szintén egy ilyen ifjúsági ügybe. Azt szeretném az atyát, szeretném végignézni a műsorát, de sajnos nincs mód és lehetőségem rá, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudok én eljutni Bodajkra. Kettő, hogy lehet esetleg olyan, hogy több napos, tehát, és melyek a fő ünnepek?
hogy ha erre válaszolna nekem. Köszönöm. Köszönöm. Először szeretettel várjuk Önt is, és másokat is. Egy pár szót hagyd szóljak, hogy hol vagyunk, és mi, kik is vagyunk pontosan, mert nem biztos, hogy mindenki hallott rólunk, de nem tudja. Fejér vármegyének északnyugati csücskében vagyunk Mór és Székesfehérvár között, a Bakony és a Vértes találkozásánál. Mi éppen a Bakony Lankáinak utolsó kis településeként, városaként vagyunk számon tartva. És az ország legrégebbi zarándok helyeként újultunk meg most 2021-re. Igen, ezeket megnéztem, tudtam. A közlekedésben is tudok segíteni, mert most már van jó vonatközlekedés is, meg buszközlekedés is. Mind a kettőt ajánlom, mert a vasútállomás sincs annyira messze, egy kellemes sétával 10 perc alatt fölérhető a Kegyhelyre, de a buszközlekedés is Székesfehérvárról gyakorlatilag óránként lehetőséget ad az érkezésre. Én úgy értem, hogy bocsánat, igen? Hogy olyan 20 kilométerre van Fehérvártól. Igen, tehát ez, onnan már közel van, a Székesfehérvár eljut az ember, akkor vagy vonattal, vagy busszal érdemes kijönni. Igen. És van zarándok szállásunk, amelyben kollégák tudnak segíteni, ha akár telefonál a plébániára 0622 410 039. Pillanat, legyen szíves lassabban mondani, 06. 22. Még egy 22, igen. 410. 410. 039. 039, igen. Ez a telefonszámunk, amit az irodavezető asszony vesz föl, ő tud segíteni, igen, tanácsot adni. De van honlapunk, ahol konkrétan be is tud jelentkezni, szállást tud foglalni, ez a bodajkizarandoklat.hu oldal, amely egy foglalási oldal, kellett készítenünk egy ilyen digitális felületet, mert olyan sokan érkeztek hozzánk, hogy itt tudjuk koordinálni, fogadni a csoportokat, vagy éppen a szálló vendégeinket. Úgy igazából ezen tud szállást foglalni, és szeretettel várjuk nyugodtan, hogy jöjjön be és szóljon, hogy Ön telefonált Karmelita harmadrendiként. Köszönöm, atya, és milyen időszakba célszerű menni? Szóval, a búcsús időszakunk az a húsvéttól tart egészen novemberig, októberig. Idén húsvét utáni szombaton, tehát április 6-a szombat, azt hiszem 6-a lesz, Székely János püspök atya az Isten irgalmasság üzenetével érkezik hozzánk. Június 29-én Barsi Balázs atya jön, ez Péter Pálnapi búcsunk lesz, ez most pont szombat lesz. Igen. És a nagy búcsunk, a fő búcsunk, az pedig szeptember 14-15 Mária nevenap. Szombaton este Veres püspök atya, Veres András, a Magyar Püspöki Kar elnöke fogja tartani a búcsúi szentmisét. A vasárnapi ünnepünket pedig Spánya Antal megyés püspök atyánk fogja imádkozni, és egy különleges esemény lesz, a Magyar Szent Család erekéi érkeznek hozzánk Székesfehérvárról a Magyar Szent Család zarándokhelyére. Az október 6-ai hétvégén pedig Böjte Csaba atya lesz velünk. Lesz nagy gyerekmise, egy közös nagy liturgia is a híveknek meghirdetve, és egy gálát szeretnénk az ő tiszteletére, pontosabban a munkásságának tiszteletére adni. Úgyhogy ilyen ünnepekkel készülünk idén, ezek a kiemeltebbek, de ezen túl is a Mária ünnepeket ünnepként tartjuk, és nagyon örülünk, ha eljön hozzánk. A közösség oldalunkon elég alaposan és részletesen meghirdetjük ezeket a búcsukat, illetve a www.bodajkikegyhely.hu oldalon is részletesen olvasható az idei menetrend. Pontosabban most fogjuk majd közzétenni, most készül el a búcsúi naptárunk. Most nekem nincs ilyen lehetőségem, de a keresztgyerekeim biztos segítenek ebbe. Érdemes segítséget kérni, és akkor meg szoktuk osztani. Atya, akkor találkozunk ott az idei évben. Várjuk szeretettel. Nagyon szépen köszönöm a fölvilágosítást. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus és jó szolgálatot atyának. Isten áldja mindenki, amen. Dicsértessék. Mindenki, amen. Most nem látom, hogy lenne telefonáló, illetve volt talán valaki. Akkor szeretettel várjuk az ő hívását. Elbeszélgettük itt egy kicsit az időt, de milyen szép, hogy tanúságot tett, hogy a só tulajdonképpen, ami az ételt is megérzésíti, kedves testvér számára ez az imádság, de itt is van a telefonáló, úgyhogy hallgatom szeretettel. Ha pont most meg megint elment a vonal, valami talán nehézség lehet, de akkor várjuk vissza, és addig szívesen folytatom a tanúságtételt, hogy mit jelent számomra például az imádság, és én hogyan imádkozom. Az imádságom legfontosabb része a zsolozsma, amelyre tulajdonképpen kötelezettséget is vállaltunk mi, papok, és ez tényleg nagyon szép, hogy egységben, az egyház egyetemes egységében imádkozzuk.
És most eszembe jutott, hogy az előző telefonálónak nem egészen teljesen válaszoltam mindenben, de közben úgy láttam, hogy újra van egy telefonáló, úgyhogy megvárjuk hát, ha most sikerül adásba jutni. Szeretettel hallgatom. Halló, dicsőtösök. Mindenek jámen. Tamás, hogyha vagyok, tessék parancsolni. Én Rita vagyok, és a 4 gyerekes édesanya vagyok, és én az ezelőtti telefonálónak a hozzászólásához szeretnék szólni. Védeni szeretném a fiatalokat, nekem is 86-os, 89-es, 90-es, 97-es fiaim vannak. Hát nem mondom, hogy könnyű a mai fiatalsággal, de az én gyerekeim is jó miniszteres gyerekek voltak, egyháziskolába jártak, okosak, tovább tanultak, persze kerültek. Aztán mindenki olyan párt talált magának, aki vagy nem vallásos, vagy meg sincs keresztelve. Tehát ez a sors iróniája, hogy az összes fiam olyan párt talált, de olyan kitartó imádsággal, és Szent Monikához nagyon-nagyon sokat imádkozok, hogy az édesanyáknak a védőszentje, Szent Monika is ezt tette, és olyan csoda történt nekem is, hogy az első fiam felesége, aki egyébként református volt, átjött katolikusnak, és egyházi esküvőjük lett, és azt mondta, hogy ő a mi családunkban nem szeretne kakuktojás lenni, és azóta már unokáim is vannak, és meg vannak keresztelve. Tehát azt mondom, hogy rendben van, még a többi nekem is még hátra van, mert a másik fiamnak is van barátnője, meg a harmadiknak is van, még templomi esküvő, még nem volt, de hát együtt élnek, mint ahogy ez a mai világnak a betegsége, mert ez tényleg, hogy azt lehet mondani. De én azt gondolom, hogy ha folyamatosan imádkozunk, és kérjük a Jóistent, és nem adjuk föl, soha nem adom föl, én addig imádkozzuk, ameddig csak a szívem dobog, hogy kitartóan, mivel hogy én stabil vallásos családban nőttem fel, én ezt tanultam az édesanyámiktól is, nálunk is a családban volt apáca is, aki engem erre tanított, hogy nyilván, hogy az ördög mindenféle nehézséget megpróbál, vagy pont azokban a családokban, ahol még élő hit van, ott aztán mindent bevet, hogy ezt sikerüljön megakadályozni, vagy keresztbe tenni nekünk. De én azt gondolom, hogy biztosan sikerülni fog. Csak mindenkinek azt kell gondolni. De nyilván, hogy az ima életben vannak fokozatok, vagy hogy mondjam, én is nyilván, hogy mit tudom, én 20 évesen még nem annyira fontosnak tartottam, hogy ezzel kezdjen a napot, meg pontosan mindig ugyanazt ezt elmondjam. De aki még csak ott tart, hogy elmondok, na megígérem a Jóistennek, hogy elmondok minden reggel egy mi atyánkot, vagy egy üdvözlőjét, az lehet, hogy többet ér, mint nem tudom, aki két órán keresztül nehéz zsolozsmákat, vagy akármiket mond. Nyilván én is tudom, mi az a zsolozsma, meg szoktam rózsafüzért imádkozni, meg minden, de ehhez fejlődni kell, mindenkinek fejlődni kell a hitében, és tehát, hogy kitartóan kell ezt imádkozni, ezt tudnám mondani minden édesanyának, akinek ilyen 89 utáni gyereke van. Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztotta, és akartam már is reflektálni erre, hogy talán is kezdtem mondani, hogy ne bántsuk a mai fiatalokat, mert nem könnyű ma se anyának lenni, meg se fiatalnak lenni. És annyira köszönöm, hogy ezt elmondta, mert majd szeretnék én is egy történetet elmondani nyilván, amikor lesz idő, mert most van egy következő telefonáló. De köszönöm, hogy elmondta ezt, és sok kegyelmet kívánok, és tényleg azt az imádságot kívánom, amelynek a legfontosabb ismér vagy kitartó. Akkor is, ha nem jön meg rögtön a válasz, vagy nem úgy alakulnak a dolgok. És a szenvedéseinket felajánlani. Igen, felajánlani. Nagyon sokszor úgy is lehet, hogy a szenvedést, a nagy fájdalmainkat azt is felajánlani, hogy tegye Jóisten, ahova legjobban kell. De jó, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta. Van egy újabb telefonálunk, és akkor kapcsoljuk a vonalba. Nagyon szép napot kívánok önnek, és sok kegyelmet a 4 gyerekes családanyasághoz. Isten áldja.
Köszönöm. A hallgatom a következő telefonálót. Dicsért tessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen. Tamás atya vagyok. Katica néni vagyok Nógrád vármegyéből. És most az imádságokkal tetszenek foglalkozni. Nekem van egy nagyon szép Rákóczi fohászom, ha megtetszenek engedni, én azt beolvasnám. Én egyszer már azt hiszem, egy telehon alkalmával beolvastam a katolikus televízióba, de ez olyan gyönyörű, hogyha megtetszik engedni. Köszönöm, tessék parancsolni, erről szól az adás, hogy megosszuk élményeinket. Rákóczi fohásza. Isten, adj hazánk felett tiszta, kéklő, szép eget. Partján Tiszának s Dunának áldón szálljon felleged, mézet önts Tokaj borába, búzát Alföld ugarába, amely túl annyi éven át boldogítsd e szép hazát, adj erőt hős nemzetének, hogy szeresse hős honát. Régi, szép, tiszta, épp, nyelve, hős, bájerős. Ezt nálunk imádkoztam, most nem mondom meg a kisvárost, hogy honnét beszélek. Aki a történelmet tudja, biztos fogja tudni. Őt itt vezérlő fejedelemmé választották. Akkor imádkozta nálunk, és a templomba. Van egy kis kápolna, lehet látogatni, csak be kell jelentkezni, és tehát meg lehet látni, vagy ott imádkozni, vagy sokan látogatják. Én ugyan már 85-86 éves leszek, sajnos nem voltam benne a kápolnában, de hogy is mondjam csak, na szeretem a kisvárosomat, én 1950 óta lakok itt, és mindenkit szeretettel várunk, ezt csak úgy mondom. És akkor még annyit szeretnék mondani, hogy én a múltkor beszéltem az atyával, én vagyok az, akinek az anyukája nagybeteg volt, és megvakult, és meggyógyult, de nem tudom elküldeni Kaszap Istvánnak az erekjét, ami volt nála az imakönyve, meg a kicsi reverenda darabja, és most megmondom őszintén, mint a mérleg, mert akkor azt kérdeztem, hogy érdemes-e leírni azt a történetet, akkor igen. Elmeséltem, most igen, nem akarom, igen. De még minden nap úgy vagyok vele, hogy az egyik mérleg oldalán van, hogy megírom, a másikon az van, hogy nem írom. Tehát ha nem tudom igazolni, tehát nem tudom elküldeni sem az imakönyvét, sem a, tehát magyarul az, ő erekjeként tartotta a Kaszap Istvánnak a reverenda darabját, meg fényképét, hogy akkor mit tetszik mondani, hogy mégis írjam le, mégis ne írjam le. Nagyon meghatott a múltkori beszélgetés, és azért igen, is, akkor tetszik emlékezni. Hogyne, és talán nem volt időnk, de ugye meséltem arról, hogy az én nagyszüleim nagyon jól ismerték a Kaszap családot, hiszen én székesfehérvári vagyok. Igen. És az ő tisztelete nagyon erős volt, még a családunkban is. Most pedig egy hete voltam kórházban egy nagyon kedves idős hölgynél, egy Isztiméri néninél, akit nagyon szeretek, Fróni néninél, és ő is boldogan mesélte arról, hogy ő Kaszap István másodónak a testvére. Aha. És úgy rakódik ez a helyzet. Nekem nagyon fontos minden évben a Kaszap miséken ott vagyok Fehérváron, mert fiatalságomban fontosnak érzem, hogy kapjak egy olyan szentet fölülről, egy olyan segítőt, aki segít egy mai fiatalnak, mert azért az ember ebben a világban él, és nekem is szükségem van, és én nagyon örülnék, hogyha ő megosztaná ezt velünk, vagy akár segítene, hogy mi eljutatjuk egyházmegyei hivatalunkhoz is. Tehát ha van erre lehetőség, és úgy gondolja, hogy ezt az erekét is szívesen közzé tenni, akkor mi nagyon szívesen segítünk ebben. Most nem mondom, hogy akár el is megyünk érte, de ha Nógrád megy, azért nem a világ vége. Úgyhogy megyek egyébként ma oda, mert édesanyámat viszem papi édesanyák szülők lelki gyakorlatára, Szent Kútra, Mátra Verebély Szent Kútra, fogok arra feljárni, ezt csak érdekességképpen mondom. De egyszer nagyon szívesen akár meg is látogatjuk önt, vagy valahogyan összetalálkozunk, igen, jó igen. Lenne telefonszámot cserélni.
igen, igen. Az én telefonszámomat én megmondom nagyon szívesen, én nekem ilyen gyalogos, bocsánat, ilyen régi mód telefonom van, 32-es a körzetszámom, itt... és 370-es a telefonom. És mennyi a körzethívó? 32. 32. 32. Én ezt fölírtam ide magamnak, nagyon és köszönöm. Mi a kedves nevét, ha elmondaná, az nekem segítség lenne, hogy kit keressünk. Igen, úgy hívnak, hogy Székely Albertné. Jó, szoktunk menni így atyákkal. Nagyon szépen köszönöm. Na most a Szentkútat tetszett emlegetni. Igen. Én boldogú gyermekkoromban, tehát én 50-be kerültem ide, 50 előtt pedig a Felvidéken laktam, mert a háborút mi a nagymama befogadott bennünket, az édesapámat elvitték a frontra, és ő orosz hadifogságba került, és 48-ba került vissza. És azután kerültünk vissza Magyarországra, tehát én 50-be kerültem ide, na most én akkor 7.-8-os voltam, amikor itt jártam iskolába, és 8-os korom, amikor befejeztem, akkor elindultam gyalog a búcsúsokkal, vagyis a zarándokokkal Szentkútra. Hát anyukám nem nagyon akart elengedni, hogy ne menj, mert 25 kilométerre van ide különben, hogy ne menj, mert így, meg úgy, meg messze van, mondom, nem baj, anyukám, én kipróbálom. Hát el is mentem, meg vissza is jöttem, igaz, hogy nagyon elfáradtam, mert itt úgy van, hogy szombaton reggel indul a búcsú, mi szentmisével kezdünk, és akkor a város széléig elkísérnek azok, akik részt vettek a szentmisén, és akkor mi mentünk tovább, úgyhogy reggel 7-kor indultunk, és 2-kor értünk oda, 25 kilométer. Délután ott voltunk, vasárnap ugye a Szentmisén ott voltunk, és 2-kor indultunk vissza, és itt ez nagyon szép szokás, hogy újra, mikor mi körülbelül, ugye akkor nem volt telefon, meg ez, meg az, ez mikor volt? 52-ben. Nehéz idők voltak. És mondom, azon gondolkoztam, vissza is értünk, itt vártak ugyanúgy, aztán este Szentmisével végeztünk, és akkor én azon gondolkoztam, meg gondolkozom most időskoromban, hogy tulajdonképpen, és aztán a következő évben is elmentem, hogy miért is mehettem, mit is kérhettem én a Jóistentől, és rájöttem. Akkor azt kértem, hogy vegyenek föl a középiskolába. Fölvettek. Utána azt kértem, hogy na, járok iskolába, végezzek, elvégeztem. És akkor, de még ettől még korábban is jártam én búcsúba, akkor a Felvidéken voltunk, most nem tudom, nekem van egy, hát úgy mondom, hogy ismerősöm, de rokonom, lehet, hogy tetszik is ismerni a Molnár Tamás atyát, aki Pozsonyba, körülbelül korba önnel lehet egy idős, Molnár Tamás atya, állítólag minden vasárnap ő mondja a Szentmisét, és a szlovákoknál a Magyar Rádió azt közvetíti. Én nem tudom fogni, sajnos. Csak hallottam róla, de nem rokonaim, ismerem így személyesen. Ott élnek a rokonaim a Felvidéken, nagyon szépen prédikál. Hova valósi Felvidékre? Nekem még nem volt vele szerencsém találkozni, de hogy mondjam, na mindegy. Valaki meg a múltkor egy ilyen polgári, hogy hívják, ott hallgattam, ilyen betelefonálós műsort, és mondta, hogy hanem ő tudta fogni, azt mondja, olyan gyönyörű prédikációt hallott Pozsonyból, egy fiatal magyar pap mondta a Szentmisét, hát én gondolom, hogy ő lehetett, de én sajnos nem tudom fogni, úgyhogy az én rokonaim mindig hallgatják a magyarul közvetített rádióban közvetített Szentmisét. No, mindegy, ezt hosszú nem akarom föltartani. Azt hiszem, van is egy telefonáló, igen, lehet, hogy valaki igen, szeretne. Igen. No, arra voltam kíváncsi. Mondani, hogy igen. Én is nagyon sokat imádkozom az ifjúságunkért, mert sajnos nem akarom mondani, hogy az embernek a saját családjában van olyan, hát nem rosszak a gyerekek, meg az unokák, meg stb. De annyira érzem rajtuk, hogy ezt a mai, hát kimondom sajnos, liberális világot annyira beszívják magukba, hogy az ember hiába mondja, hogy
Hát nem tudjuk, saját családunkban vagyunk úgy, hogy nem tudjuk őket úgy nevezett jó útra visszatéríteni, úgy mondom, mert hiszen mi vallásosan neveltük őket, sőt, még vallásos iskolába is járattuk őket, de annyira érezni, elkerültek Budapestre ide-oda-amoda, hogy ezt a, hát úgy mondom ki sajnos, hogy nekem csúnya világ, mert nekem a liberális világ a csúnya világ, hogy annyira elnevelték őket, hogy nagyon, de nagyon sokat kell értük imádkozni, nem csak az én családom ért, a családtagjaimért, hanem egész Magyarország ifjúságáért, és mindenkit arra kérek, hogy imádkozzunk az ifjúságunkért. És hagyd zárjam azzal, hogy ha már Köszönöm Kaszap Istvánnal kezdtük, hogy hallgatni. Kaszap Istvánhoz való imádság is nagyon fontos. Köszönöm, hogy megosztotta ezeket, és azt hiszem, van egy telefonáló, át is adom neki a szót. Szeretettel köszöntjük az EVTN televízió élőadásába. Tamás atya vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Én beszélek akkor, igen, hát egy kicsit régen várok már, de gyorsan elmondom. Mi 25, Katalin vagyok Szabolcsból. Köszöntjük szeretettel. Szabolcsiak elég ritkán telefonálnak, pedig vallásos nép lakik errefelé. Én 25 éve települtünk át Kárpátaljáról, és csak azt szeretném elmondani, hogy mi hittant nem tudtunk, az én anyám nem tudott sehonnan, ugye 70 éves vagyok, hogy tanított van bennünket, csak a saját maga tudásából tanított bennünket, úgyhogy én olyan csodálattal nézem, és sokat tanulok a tévéből, még így 70 évesen is, hogy milyen imádságok vannak, hogy lehetne jobban imádkozni, mert az agyam se nagyon tiszta, elmondom őszintén, egy kicsit ilyen zavart, de nekem a fénypont, az ima, a rózsafüzér minden nap. Kicsit elkalandozik az agyam jobbról-balra, de én visszatérek, úgyhogy én több mint egy óráig imádkozom a rózsafüzért minden nap. De azt szeretném megkérdezni a tisztelendő urat, hogy még azon kívül, én ezt nem is hallottam, én ezt a vesperást, vagy amit tetszik mondani, ezt a gyönyörű imát, hogy honnan lehetne ezt a könyvet, vagy az imakönyvemben ilyen nincsen. Hogy mit tetszik nekem tanácsolni, hogy örülök, hogy feljött ez a kérdés, mert azért fontos ez a kérdés, mert pontosan arról teszek tanúságot, milyen jó lenne Zsolozsmát imádkozni, tehát hogyan tudjuk imádkozni. Most erre több lehetőséget is látok. Nyilván, amit most először fogok elmondani, az valószínű önnek nehezebb. De most már egy okos telefonon egy kattintással az imaórák betölthetők. Van egy ilyen Zsolozsma alkalmazás, amelyet talán egy fiatal unoka vagy segítő le tud tölteni a telefonra, és tényleg egy kattintással a kiválasztható a reggeli imaóra, az esti imaóra, a napközi, és rögtön betölti a telefon, nem kell lapozgatni. Ha ez nem megoldható, mert nyilván lehet, hogy önnek sem megoldható, de esetleg hallgatnak fiatalabbak, ők nekik mindenképpen ezt tanácsolom. Megmondom őszintén, én is felhoztam a Zsolozsmás könyvemet, ami egy ilyen vastag könyv, ebből ez 4 kötetes könyv, de van ebből egy kötetes változat is, amit a bármelyik egyházi könyvesboltban kapható Zsolozsmás könyv. Ennek a nehézség az, hogy sokat kell néha lapozgatni, keresgetni, de én azt gondolom, hogy ez is megtanulható, és könnyen... megtanulható. Hát, én tetszik tudni, mit harmadikat, szoktam imádkozni még. Igen. A Bibliából a zsoltárokat. Én azt meg is tanultam már egyet, nagy nehezen, de sehogy nem tudok még 4 sort sem megtanulni. Ez az igazság. De elolvasni pedig a szemem is gyenge már, mert 25 éve cukorbeteg vagyok. De ezeket szoktam, mert ez engem olyan jó érzéssel tölt el, úgy, mintha a saját szavaimat mondanám a könyörgésbe is, a kérésbe is, a hálaadásba is, úgyhogy ezeket szoktam imádkozni. Ezen kívül meg a 9-edeket, Szent Józsefhez ilyeneket. Azért örültem, hogy ma láttam, hogy az imáról tetszenek beszélgetni, mert azért mi el vagyunk maradva, hát műveletlenek vagyunk ebből a szempontból, ez az igazság, ha bár még ennyit el szeretnék mondani, hogy a tavaly volt első áldozó az unokám, egy katolikus iskolába, egy nagyon jó tanuló kislány, és én tanítottam, mert nem tanult semmit, nem tanították, ez az igazság. Hát... És sok mindent kérdeztem tőlem,
kérdeztem tőle, és nem tudta, és nem tudta, és nem tudta, és én akkor nem mondom, gyere csak elő, minden szombaton itt vannak nálam a kisebb unokáim, három nagy van egyetemisták, három kicsi, és ez itt meg énekelünk együtt, mert ez a, nem tudom milyen, nem, én meg azt hiszem, hogy ez a hittantanítás, hogy első áldozásra felkészítik, ez olyan csodálatos, meg mindenre megtanítsa, de hát nem. Na. Köszönöm, várom, hogy elmondta ezeket. Köszönöm. És van még egy telefonáló, meghallgatnak, utána pedig tartanánk egy kis szünetet a műsorban. Sok kegyelmet kívánok, köszönöm. És majd, ha lesz idő a második fél időben, vagy a szünet után, kárpátaljai emlékeimet szeretném elmondani, mert egész friss emlékekkel vagyok, ami egy kicsit a fiúsúsághoz is fog csatlakozni. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És hallgatjuk a telefonálót a szünet előtt. Szeretettel hallgatom az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A Bajerné Cukorborbál vagyok Solymárról. Csak egy mondat erejéig szeretném önnek megköszönni azokat a nagyon szép elmélkedéseket, amit időről időre föltesz a Facebookra, mert nagyon előremutatóak és nagyon tanulságosak. Nem akarom feltartani, de nekem nagyon fontosak ezek a nagyon szépen szép dolgok, amiket a Facebookon keresztül elérnek hozzánk. Köszönöm szépen még egyszer, és az Isten áldja meg érte. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönöm, hogy ezt elmondta, és pont az egyik elmélkedésben az imádságról tettem tanúságot, hogy melyik az én kedvenc ige szakaszom vagy imám, amit szoktam mondani a Zsolozsmából. És talán itt fogjuk majd folytatni, most tartsunk egy kis szünetet, és szeretettel várom. Még van egy telefonáló, hallom közben itt a műsorkészítők szólnak, úgyhogy meghallgatjuk még a telefonálót. Tessék parancsolni az élőadásban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jéger Miki vagyok. Így tessék engem szólítani, hogy Miki. Köszönöm. Nem számít a kor, mert jó Istennek csak az nincs idő, és hát itt csak mi emberek találtunk, mert így teremtette meg Isten a világot, hogy ugye sokan kérdezik, hogy hát hogyan, mint, mert nehezen foglalkozzanak. Élünk, vagyunk, tudjuk, amit tudunk, és kész. Én a katolikus egyház színvonalán vagyok, és hát örömmel hallottam, hogy tetszett olvasni a ma reggeli himnuszt, és hát ennek következtében, hát az tényleg egy csodálatos természetben olyan képekkel, amik hát, ahogy tetszett mondani, hogy hát nagyon vidámságra int. Igen, ám, csak hogy nem tudom, hogy mennyire veszük észre ebbe azt, hogy hát ez tulajdonképpen ma péntek van, és a bűnbánat napja. Hogy ezt nem tudom, hogy az a himnusz mennyire indít engem bűnbánatra, amit tetszett mondani. Jó a kérdés. Azt gondolom, hogy a új keresztfiszkény földre hulló égi szél gyöngyharmata az a bűnbánat meghirdetése. Hogy arra egyszer. Másodszorban pedig rögtön utána kezdünk az 50. Zsoltárral. Pénteki nap annyira erős, utána megszólal Krisztus, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, Zsoltár a napközi ima órában. És igen, hogyha rálapozok a esti dicséretre, biztos, hogy ott is megjelenik a bűnbánat. Én a pénteki zsolozsmában különösen érzem ennek a hangját, ahogy mondjuk a szombati zsolozsmában a teremtés. Hát én is azért kérdeztem, az direkt kérdeztem atyától, mert én is végzem a zsolozsmát, annak ellenére, hogy nem vagyok szacerdos. Igaz, hogy szerettem volna, hogy csak politikai okok miatt nem lehettem, de mindegy. Azt hagyjuk, rég volt. Köszönöm ezt a tanúságtételt, meg ezt a gondolkodást, és tudom, hogy az idősebb korosztályban is sokan vannak, akik tudják végezni a zsolozsmát, és talán nyilván nem azt várom el, hogy, vagy nem azt várjuk el, hogy most telefonon, mert valakinek ez már nincs lehetősége, vagy mondjuk egy könyvet megtanulni, lapozni is nehéz lehet. De azért, akinek van egy ismerőse, egy barátja, vagy akár egy olyan közösségben, egyházi közösségben van, ahol ezt imádkozzák, ott nagyon szép bekapcsolódni erre, én erre buzdítok mindenkit, és kedves Miki, köszönöm, hogy elmondta ezt a kis tanúságtételt, mert... Szabadnék valamit mondanom? Tessék parancsolni, hallgatom. Itt az imádságra a hívás, az egyébként fogalmam sincs, hogy azt mikor kell mondani, de én mindenek az elején szoktam mondani. A kezdő, azzal kezdjük. Azzal kezdjük. Tehát a felkelés utáni pillanatok
ezzel kezdődnek. Aha, egy pap életében, hogy nyisd meg, Uram, ajkamat, és dicséretet hirdesse szavam, egy kis keresztet rajzolunk a szánkra, és az invitatórium zsoltárt. Volt ott egy hosszabb ima, de hát az eltűnt, megvan valahol, de hát vacsora tudja, hol. Igen. Na most ennek a imádságra, a hívásnak, ugye mindjárt az első szava, jöjjetek, örvendezünk az Úrnak, és újjunk, üdvök szinklájadat. Szívem szerint a jöjjetek után nem beszélsz, mert felkiáltó jelet tennék. Na most egy nagyon, ami engem rettenetesen meghat, és hát szinte ebbe tudok élni. Azt mondja, hogy ez a 6.-7. vers. Jöjjetek, boruljunk le, hóduljunk előtte, hulljunk térve, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg a házanépe és kezének nyája. Hát tetszik tudni ez, hogy jöjjetek, boruljunk le, hóduljunk előtte, és itt a lényeg, hulljunk térve, Urunk, alkotunk előtt. Tehát ne zuhanjunk és ne essünk, hanem hulljunk, mint a hó, mert Isten a csönd. Mert Illés proféta is akkor jött elő, amikor csönd volt, és akkor az hát rendakadta, és akkor lépett elő, mert akkor volt az Isten. Tehát ugye ez a hulljunk szó, én szerintem, én értelmezésemben, ez azt jelenti, hogy ez a csöndbe való felhívás. Szép meglátás, nem figyeltem még erre föl, de az invitatóriumból nekem is ez a kedvenc gondolatsorom, ez pont a közepén van, ezek a verszakok, mert itt élünk el a csúcsra, hogy az ember oda helyezkedjen, belehelyezkedjen Isten jelenlétébe, és megélje, hogy alkotója, ugyanakkor pedig pásztora, akinek nyájaként imádkozik. Igen. Tehát egy nagyon szép összefüggés van, és köszönöm ezt a meglátást, mert érdemes lenne ez megnézni a... Ez a hulljunk szó nekem, ez annyira tetszik, ezt nem tudom, hogy... az emberek, akik zsorozsmáznak, hogy ezt mennyire vették magukra, hogy hát itt hullani kell, nem esni, nem csontzene, hanem hullani, mint a hó. Nagyon szép apró meglátás, és egy finom fordításban ez megjelenik. Nagyon köszönöm, ez nekem is új, így nem figyeltem még fel erre a szóra, de más hullani, mint esni, elesni, így leesni. Hát az eső, igen, esik, az igen, kopog. Igen, de a hó, igen, az hull, az igen, nem kopog. Igen, igen, szép. És egy olyan akkor azért is igaz ez, mert itt valóban nem arról van szó, hogy Isten akarja, hogy mi elessünk előtte, az ő nagysága előtt, mint ahogy az Ószövetségben hát is, hanem mi fogunk oda hullani Isten elé, és mint egy áldozatként odaadjuk önmagunkat, és meg akarjuk élni, hogy nyája vagyunk, és meg a pásztor. Nagyon szép meglátás, és köszönöm ezeket az apró finomságokat. És akkor itt van még ugyanebben az utolsó, igen? A 10., mert inkább a 11., mert atyának ez ismerős úgyis, azt mondja, nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el. Hát kérem szépen, ez egy tökéletesen megfogalmazott valami. Hát kérem szépen, nekünk ehhez azt, hogy itt a 10. verstől kezdődik. Nem csak az, hanem úgy általában véve. Hát hogy kell nekünk viselkedni ahhoz, hogy az ő nyugalma helyére jussunk el? Tehát itt is ugye, itt van a hullunk, és a végén a nyugalom. Mindegyik a csend. Igen. Ugyanakkor tehát azért a nyugalmam helyére. Ez a választott népnek a egyfajta büntetése volt, és a Zsoltár erre az invitatórium végére felhívja a figyelmünket, hogy nem magától értetődő az üdvösség, hogy Isten nem fog betuszkolni az üdvösségre, hanem nekünk igenis agóniceszte, törekedjetek bejutni a szűk kapu, mindent megtenni, hogy bejussatok, és valahogy felhívja a figyelmet a Zsoltár végére, hogy Isten nyugalma helyére nem lehet csak úgy eljutni, azt meg kell imádkozni, azt meg kell kérni, oda Istennek kell bevezetni bennünket. Szép ez a vége is, még akkor is, ha egy picit de értem a hullani és a nyugalom szó itt is egyfajta szinonémája lesz, és összetalálkozik a két gondolat. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Hát atya, ne haragudjon, hogy ezért hívtam föl, mert annak a hölgynek, aki ott elpanaszolta egy hosszú litániába azt, ami van, hát ebből csak egy következtetésem van, hogy a sátán az mindig olyan ruhát vesz, ami éppen szükséges.
És ugye azt mondta a sátra, hát a kommunizmus nem kell, ez a ruha nem kell, jó, ledobom, fölveszek egy másikat, elnevezzük, hogy hívják, na, de ki akartam mondani. A kapitalizmus szeretett volna nem, mondani? Nem, hanem... Liberalizmus mi van most? A fenébe hívják, jaj, édes Istenem, beszégyelem magamat. Demokrácia, na, vagy egyéb szavak, az lehet. Kezdődik, hát na, hogy a fenébe hívják ezeket, a szabad demokraták voltak ezek, na, mi a csodabogád. Talán nem is annyira fontos, de az biztos, hogy igaz, hogy az embernek bármilyen rendszerben is él, és bármilyen világban is él, nagyon fontos megélni azt, hogy ha enyém az Isten, akkor enyém már minden, és hogy nem függhetek a külső hatalmi törekvésektől és a külső elgondolásoktól. Minden rendszer egyébként adott szenteket, minden nehézségben ott voltak a hitvallóink, és hogy őket nem tántorította el, hogy milyen a külvilág és milyen a külsőségek. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az ember nem függhet ezektől a külsőségektől, és minden élethelyzetben, ahogy a 89 előtt született fiataloknál, ahogy a 89 után született fiataloknál is az ember tud maradni, és nagyon köszönöm annak a négy gyermekes édesanyának is a tanúságtételét, aki ugyanarról tett tanúságot, hogy a mai fiatalok között is vannak nagyon, nagyon szép erényekkel élő fiatalok, és kereső fiatalok, és olyan fiatalok, akik életében sok csoda és sok szépség történhet. Talán innen folytassuk a műsort, most tartsunk egy kis szünetet, és várjuk vissza önöket az LVTN Televízió Kommunió című délelőtti műsorába, ahol a Zsolozsmáról és az imádságról beszélgetünk ezen a délelőtt. Egy kis szünettel most zárjuk ezt a részt, és várjuk vissza önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy japán fiatal, egy újságíró Akitából. És sose tudom kiejteni a nevét valami Fukushima. Jól hangzik, nem? Még japánnak is hangzik. Francis Fukushima. És nagyon lelkes volt. Folyton ezt mondta, a mi anyánk. Adott egy kis képet a szűzanyáról, egy síró szoborról, látszott, hogy könnyek csorognak a szeméből. És azt mondta, ő a mi anyánk. És soha a majdnem 71 évem alatt, egyébként április 20-án a jövő hónapban leszek 71, ha esetleg szeretnél küldeni képeslapot. Csak eprespitét ne küldj. Mindegy, soha életemben nem hallottam még senkit, aki ilyen hangon tudta mondani. Először azt hittem, hogy a saját anyja, de az a szűzanya nem tűnt japánnak. És azt mondta, ő a mi anyánk. Gondoltam, hűha. Ő a mi anyánk. Ezt meg kell értenünk. Tudnunk kell, hogy azt mondja, gyermekem, nem akarom, hogy az örök tűzbe menj. Fordulj meg, gyere vissza a fiamhoz, gyere vissza Jézushoz, imádkozz a rózsafűzért minden nap. Nincs rá időm. Nehezen hiszem el. Hívott egy nő, hogy nincs időm, 6 gyerekem van, mire iskolába viszem és megetetem őket, és oké. Egyébként mondtam neki, mi volt a legutóbbi vészhelyzetben? Erre ő, ó, van egy nagy bírósági ügyük. Ó, van időd megnézni egy jó órán keresztül? Pedig mindig ugyanaz. Nem? A kórházban vannak, a nővér találkozik az orvossal, az orvos házas, viszonyuk van, a feleség rájön, elválnak, valaki megöl valakit. Így lehet őket eltüntetni a sorozatból.
Ha egy színész vagy színésznő benne van a sorozatban, akkor vagy meg kell ölni, vagy le kell lőni, vagy el kell, hogy vesszen. És akkor jöhet valaki más. Mindig ez van. Nem tudnak megváltozni, mert az élet olyan sok mindenből áll, sok rosszat lehet tenni, és végtelenül sok jót is. De éppen a rossz annyira lekorlátoz, hogy te magad is ördögnek tűnsz. Ez rossz. Szóval, elfelejtettem, hogy honnan kezdtem, de mindegy, itt vagyok. A lényeg, a szűzanya azt mondja, mondj el egy rózsafüzért. Ez az a lánc, amellyel örökre megkötözöd a sátánt. El tudod képzelni azt a napot, amikor reggel felébredsz, és nem vagy dühös, fáradt, nem szorongsz valami miatt, nem aggódsz, és nem utálsz felkelni. Van itt olyan, aki szeret reggel felkelni az ágyból? Nincs. És ugyanezek, akik nem szeretnek lefeküdni, este nem fekszenek le. Nem akarnak reggel felkelni, de este nem veszed rá őket, hogy lefeküdjenek. Miért vagy fent? Ó, épp most ébredtem. Jó, gondolj majd erre 5-kor. Nem vagyunk fegyelmezettek. Tehát, tudod, a szűzanya azt próbálja mondani, nem dacolhattok Istennel örökké, nem gyilkolhatjátok meg a gyermekeket örökké, nem taníthattok súlyos apostáziát és tévtanítást és hazugságokat örökké. Nem tehetitek tönkre a gyermekeiteket örökké. Isten látja, hogy a szakadék felé tartotok, amely örökké való. És elkap minket. Mindenhol erről beszél. Van egy lista azokról a helyekről, ahol a szűzanya megjelent. Valamire figyelmeztetni akarlak. Ez a próbája annak, hogy valami valóságos-e vagy sem. A jelenés bármely helyre, bárhová mész, hogy az Úrral találkozz, hogy érezd az ő csodálatos jelenlétét, jobb katolikussá, jobb keresztényé, jobb emberré, szeretetteljesebbé, kedvesebbé, megbocsátóbbá kell, hogy tegyen téged, aki jobban értékeli Jézust. Jobban értékeli a szűzanyát, jobban értékeli a családját. Családod körében szeretetteljesebbé és együttérzőbbé kell tennie. Keresztények vagyunk. Mahatma Gandhitól kérdezték, hogy miért nem keresztény, annyi keresztény értékkel bírt. Azt mondta, keresztény lennék, ha csak egyet találnék. Szomorú megállapítás, nem? Nos, ezt a könyvet élni kell, nem csak olvasni. Szeretettel köszöntöm újra az EVTN televízió nézőit a kommunió adásban. Mórosz Tamás, Bodajki plébános atya vagyok. A maradék 3/4 órát önökkel töltöm itt a EVTN televízió stúdiójában. Mai nap az imádságról, és azon kívül is különösen a zsolozsmáról szeretnénk beszélgetni. Nagyon sok tanúságtétel volt, gondolkodás. Engedjék meg, hogy egy pár gondolatra még reflektáljak, hiszen az előző lehetős nem volt teljesen időm. És az a fiatal téma ütötte meg nagyon a szívemet, mert egyszerre érzek egy kettősséget, amelyben biztos, hogy nagy igazság van mind a két oldalon, hogy egyszerre kimondjuk, hogy a mai fiatalok milyenek, rosszak, minden itt a világ vége. Másodszorban pedig nyilván nagyon fontos kimondani ennek ellentételezésében, hogy nem biztos, hogy rosszabbak a mai fiatalok, mint voltak régebben is. És tudom, hogy erre rögtön az a válasz, hogy atya, de régebben ennyi bűn nem volt, nem ilyen világban éltünk, és ez biztos, hogy nagyon igaz.
De azért gondoljunk bele abba is, hogy milyen nehéz majd fiatalnak lenni. Akkor régebben bement az ember, és most tényleg egy nagyon, nagyon egyszerű képet fogok mutatni, mondani, bement az ember egy papírószerboltba, és kettőféle toll közül lehetett választani. És majd bemegy az ember egy papírószerboltba, és 25féle toll közül lehet választani, hanem 50féle közül. És azért ez a lehetőségek tárháza, ez önmagában hordozza azt a megkísértettséget egy mai fiatal életében, hogy itt mindent szabad és mindent lehet. És a választhatóság nehézsége hordozza önmagában azt, hogy nekem minden kell is, én a legjobbat szeretném. És az önmagában azért nagyon önzővé tudja tenni az embert. Ugyanakkor pontosan ebben a világban rajzolódik ki még jobban az, hogy mi az igazi érték, mert az 50 toll közül lehet, hogy csak egy vagy kettő az, amit érdemes is megvenni, amire érdemes pénzt áldozni, a többi igazából szemétgyártás, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy biztos értik a kedves televíziónézők, itt nem egy papírírószerbolt tollkészletéről szeretnék csak beszélni, hanem magáról, arról az életről, amely teljesen más, és egy mai fiatalnak ezt az életet kell élnie. Nekem volt egy érdekes tapasztalatom, amit szeretnék megmondani a imádság mellett, ez most a fiatalokkal kapcsolatos tapasztalat, és lehet, hogy egy érdemes lenne egy műsort erre szánni, kicsit erre kanyarodunk most, de nem baj ez sem, hogy az idei szilveszteremet azt odaadtam azoknak a fiataloknak, akiknek meghirdettem Bodajkon az iskolában, meg így a közösségünkben, hogy szilveszterezzünk együtt. És 17 gyermek jelentkezett erre a közös estre. Az ember egy ilyenen jól érzi magát, mert én szeretek a fiatalokkal együtt játszani, de azért kellően elfárad az ünnepek végére ahhoz, hogy este 8 órától hajnali egyik fél kettőig programot csináljon, velük legyen, játszom velük, és nagyon érdekes tapasztalatom volt, mert eljött sok olyan fiatal, akiknek semmi köze nincs az egyházhoz. Sőt, még talán se tudták, hogy kell egy papnak köszönni. Nyilván ismertek, mert kis település vagyunk ahhoz, hogy ne ismerjék a plébánost. De nagyon érdekes volt, hogy, és ezt szerettem tanúságképpen elmondani, hogy annyira éreztem, hogy ezek a fiatalok vágynak a jó szóra. Vágynak arra, hogy foglalkozzanak velük, hogy együtt mosolyogjunk, hogy együtt beszélgessünk, hogy együtt kártyázzunk, játszunk, társasozzunk. És igazából nem is érdekelte őket nagyon, hogy mit játszunk talán, csak az, hogy együtt legyünk. És ez nagyon fontos tapasztalatom volt, mert nyilván egy szilveszteri összejövetelen nem fogunk hittanozni, vagy nem erről szól egy ilyen összejövetel, de hogy erre hosszú távon lehet-e építkezni, hogy először megszólítani őket, hogy fontosak vagytok. És utána beszélne a Jóistenről, bevezetni őket az egyház életébe. Itt azt találom nehéznek, amiről az édesanyja is tanúságot tett, hogy hiába egyháziskola, megkaptak mindent, otthoni nevelés, és mégsem járunk templomba, mégsem gyökeresedik meg a hit. Én azért ettől sem félnék annyira, mert aki 4 évig egyháziskolába járt, ahol a gyerekkorban egy minisztrálással, szentségek felvételével megkapta az egyház hitét, attól várható, hogy majd ez a hit vissza fog jönni. Csak lehet, hogy most olyan életkorban van, vagy éppen egy házasság miatt, amelyben most valamiért ez nem fér bele. Hogy most ez miért nem, erről biztos sokat lehet beszélni, de örülni kell annak, hogy ez a mag elültetődött gyerekkorban. Hogy mikor hoz ez termést, mikor lesz ez olyan módon gyümölcs, hogy az a fiatal, az a már kora felnőtt, vagy éppen élet felnőtt családapa, családanya újra az egyház közösségébe visszatalál. Ott azért nagy a lehetőség, hogyha ez gyerekkorban ez a mag elültetődött. Ahol ez gyerekkorban nem ültetődik el, ott nagyon nehéz. És én pont olyan fiatalokkal voltam, ahol nem tudták ezek a fiatalok sok mindent az egyházról. Talán képeik vannak, vagy inkább belehelyeznek bennünket egy ilyen régies világba. És közben láttak egy atyát, én nagyon örömmel játszottam velük, és kihívásnak éltem meg, hogy együtt játszunk. És láttuk egy atyát, akik először emberként vagy fiatalként annyit mondtunk róluk, vagy annyit mondtam róluk, hogy fontosak vagytok. Visszatérve még az imádságra, hogy egy pap hogyan imádkozik, és itt volt egy érdekes felvetés, amit azért én szeretnék el is reagálni, hogy nyilván nem várhatjuk el mi papok azt, főleg nem egy fiatal családanyától, családtól, hogy ugyanannyit, vagy hogy éppen sokat imádkozzon, hiszen lehet, hogy pont a gyerekétől, vagy a családjától veszi el az időt. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy először is legyen imádság az élet és a nap. Lehet úgy főzni, vasalni,
sétálni egyet, várni haza a családot, vagy éppen hazaérkezni, hogy maga ez a készület, ez a munka is imádság. És azt mondani, hogy Uram, nekem most nincs időm órákat leülni, lehetőségem sincs, talán szellemileg is elfáradtam, muszáj vacsorát készítenem, de szeretném, hogyha ezt a készületemet felajánlhatnám. És ez is imádság lenne. Vagy milyen szép sok családban látom, ahogy este vagy az apa, vagy az anya imádságra szólítja a családot, és most imádkozunk. És ez egy 3 perc, 2 vagy 4 standardek, mi atyánk, üdvözlégy, az esti imádságok, amiket akár gyerekkorunk óta mondunk, vagy éppen egy kör a családban, hogy örömet, bánatot, nehézséget, fájdalmat, jókedvet elmondani, megosztani egymásra. És tényleg egy 1 perces ima. De milyen szép, hogy ezek vannak, és nem arra buzdítok én senkit, hogy órákat imádkozzon családanyaként, viszont biztos, hogy eljön egy olyan korosztály, én saját édesanyámon látom, akit nagyon szeretek ebben, és nagyon tisztelek. Láttam őt imádkozni fiatalon is, és látom most is imádkozni, amikor már így 70 éves kor környékén gyakorlatilag kitölti az imádság az ő idejét, az ő életét. És ez nagyon szép hitvallás nekem. Nyilván egy pap életében az imádság az egy olyan világ, amely az egyik legfontosabb. És erről tényleg próbálom minden nap az rózsafüzért is elmondani. Ez szinte majdnem minden nap sikerül is. Nekem se biztos, hogy úgy, hogy leülök, és a sarokban elmondom, vagy még sokszor nem is úgy, hogy a templomba megyek, hanem útközben, vagy akár tizedekre bontva, de elmondom a rózsafüzeret. Nagyon szeretem egyébként, és tudom, hogy például idős papoknál is, ahogy sok idős testvérnél nincs már más lehetőség, mert mondjuk nem lát a szeme, világa már nem olyan. És mondjuk ilyenkor atyák esetében is felmentést kaphatnak a zsolozsma végzése alól, mert nem tudja elolvasni még nagyítóval sem. Például a kollégám József atya, akinek a rózsafüzér maradt, és elmondja minden nap a teljes 3-4 rózsafüzeret. És neki ez az imádsága, hiszen olyan szép, hogy az egyház adott egy olyan imát a kezünkbe, amit viszonylag hosszabban, meditatív módon, de mégis szentírási alapokon tudunk imádkozni, és van a rózsafüzérben is egy nagy közösségi ima, hiszen hányan és hányan hétfőnként az örvendetest, keddenként a fájdalmat, szerdán a dicsőségest is sorolhatnám, hogy elimádkozzuk, és közösségben vagyunk egymással, akár rózsafüzér társulati szinten is. Fontos az imádság, és fontos az is, hogy például egy pap életében a napi szentmise. Az egy elengedhetetlen lételem, amelyet nyilván nem görcsösen ragaszkodunk, mert előfordulhat az ember életében, de például Bodajkon nekünk nagyon nagy áldás, hogy papi közösségben élünk, és ezért a szentmisénk sem olyan, amikor együtt vagyunk, vagy éppen nincs csütörtökönként közösségi mise a egy templomban, hogy akkor is együtt imádkozunk, és nem magánmisét mondunk, és kipipáljuk, hogy megvolt a mise, hanem jó együtt imádkozni. Az nagyon szép, hogy a Szent Mise is alapvetően egy közösségi ima, amely szükségszerűen történet egy pap életében, mondjuk személyesen nekem is sokszor van, hogy reggel misézem külön, mert úgy alakul a nap, vagy el kell valahova utazni. De akkor úgy indítom a napot, hogy a Szent Mise meglegyen. Mert egy olyan közösségi létbe kerülök ott is bele, és Krisztus áldozatát jelenítem meg élőkért, holtakért, meg azokért a sok szándékért, amit az évek alatt összegyűjtöttem a szívembe. Sokaknak szoktam mondani, hogy imádkozom érted, és akkor nem csak arról beszélek, hogy hát most elmondtam, hogy mi atyánkot, vagy rágondoltam aznap, hanem van egy ilyen kis lista a fejemben, ami rakódik, és nyilván sajnos törlődik is, ahogy az évek múlnak, de szép, hogy ez a lista úgy minden reggel bennem egy elmondásra kerül, és feleleveredik sok ember, és oda helyezem őket az oltárra. Napi imádságaimban kérem a szűzanyát, az Úr Jézust, hogy vigyázzanak rájuk, és legyenek mellettük. Az biztos, hogy fontos megélni azt, hogy az imádság önmagáért van. Hogy az ember eljut oda, hogy, és ez is egy folyamat, ahogy ott egyik betelefonáló mondta, és egyébként buzdítok, hogy még ebben a maradék fél órában, 11:30 előtt kis időig osszuk meg tapasztalatainkat, tegyünk tanúságot, hogy nekünk mit jelent az imádság, hogyan tudunk imádkozni, vagy hogyan kerültünk bele az imádság szép iskolájába. Ugye azért ez is egy iskola, ahogy mondtam, hogy bizony vannak napszakok, életszakok, időszakok az ember életében, amit máshogy él meg. És most egy kicsit kevertem az emberi életet és az emberi napszakok, vagy az emberi élet napszakait, de
Például nyilván más egy fiatalnak az ima élete. Sokszor egy-egy fohászban, vagy egy esti miatyánkban, vagy éppen a vasárnapi misében jön létre ez az ima élet, de olyan szép, amikor az idős testvér pedig tanúságot tesz, hogy ez a só számomra, amely elkerülhetetlen, elmúlhatatlan. Van egy telefonáló, szeretettel hallgatom, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökjám. Én egy 81 éves mama vagyok, és Sümeg mellől beszélek, Bazsiból. És szeretnék a rózsafüzérhez hozzákapcsolódni, szólni. Én is egy nagyon vallásos családban nőttem fel. Sok mindenen keresztül mentem, de ezt most nem szeretném mondani, hanem azt, hogy valamikor a községünk nagyon vallásos volt, nagyon vallásos, és volt 7 ima rózsafüzér csoportunk. És most, hogy kiürült a falu, új lakók jöttek, és mind sajnos olyanok, hogy nem járnak templomba, és annyira lecsökkent a rózsafüzér csoportunk száma, hogy most már csak 2 van, de az is hiányos. Hiába kérem én is, mert én is legalább már 30, talán már 40 éve is, hogy csoportvezető vagyok, és drága jó édesanyámtól vettem át, és hiába kérem a fiatalokat, hogy imádkozzák a rózsafüzért, mert tényleg engem is nagyon-nagyon sok betegségből, mindenből kigyógyított. Volt egy nagy balesetem, hát Budapesttől elkezdve mindenhol imádkoztak, értem a barátnőim, ismerőseim, és azt mondták, amikor elengedtek a kórházból, meg hát akkor is még tolókocsis voltam, és hogy nem tudok járni. És hála a jó Istennek, meg a drága szűzanyámnak, hogy azóta is, most már 24 éve, hogy történt, azóta is, amikor csak tudok, elmegyek a Szent Misére, mert hát nagyon messze lakom a templomtól, meg egy héten egyszer van Szent Mise, és alig vagyunk a templomba. Olyan fájdalmas ez nekünk, időseknek, hogy szegény atyánk eljön, és kong a templom. És sajnos én is vallásosan próbáltam nevelni a gyerekeimet. Igaz, hogy apa nélkül, mert nagyon korán meghalt a férjem, az édesapjuk. És amikor még itthon voltak, akkor még jártak velem együtt a templomba, de azóta aztán sajnos nem. Nagyon-nagyon sajnálom, és nagyon-nagyon bánt. Atyám, olyan jó azoknak a híveknek, akik városba laknak, mert ők tudnak menni a templomba, könnyebben tudnak menni, ugye eljutnak, és tudják a zsolozsmát végezni, de hát ez falu lehetetlen. Igen. Lehetetlen. Én is próbáltam megszerezni ezt a zsolozsmás könyvet, de aztán nem sikerült, nem olyat küldtek, és azóta meg már úgy vagyok, igen, hogy én nekem szememmel is baj van, én igen, is nehezen elég látok. Sajnos kicsi a betű. Van tapasztalatom, igen, erről, csak van egy telefonáló, azért szeretném egy kicsit, igen, hogy, igen, igen, hogy ő is hagyjusson szóhoz. De... Köszönöm, csak ezt szerettem volna elmondani. És voltam valamikor Bodajkon, még azt hadd mondjam el, amikor még a régi templom volt, és hogy milyen gyönyörű lett a mostani, milyen gyönyörű. Köszönjük. Nagyon szépen. Sajnálom, hogy időskoromra most már nem tudok eljutni. De nagyon sokat zarándokoltam, és nagyon végignéztem, amikor a vonum tévé közvetített onnan. Igen, nálunk volt.
Köszönöm, hogy megosztotta ezeket, és csak egy mondatot hagyd tegyek hozzá, és már is szólítom a következő telefonálót, hogy van erről tapasztalatom, 16 falu plévánosaként, van nekünk is olyan kis településünk, ahol 3-4-5 emberért megyünk misézni. Igen, igen. És hogy a szívem szakad meg, de ugyanakkor nyilván ez egy más problémát is felvet az urbanizáció kérdését. Én azt kérem, hogy tartsanak ki, és nekem is papként olyan a szívünk, és azt hiszem azt a kollégáim nevében is elmondom, hogy az 5 emberért is oda megyünk misézni. Nyilván egy racionalitást be fog következni egy idő után, de hogy az a mise ott ugyanaz a mise, mint egy nagy székes egyházban, és köszönjük, hogy kitartanak ezekben a kis falukban, imádkoznak, és kezükben a rózsafüzér. Úgyhogy áldott napot kívánok! Drága atya, a jó Isten áldását kérem munkájára. Köszönjük, nagyon köszönöm, dicsértessék. Nagyon köszönjük, dicsértessék, Jézus Krisztus. És hallgatom a következő telefonálót. Dicsértessék el Jézus Krisztus. Mindenekké, amen. Hát egy Galgai Vízről telefonálok, és akkor már többször betelefonáltam, hogy itt a fiatalokat még mindent mondanak. Elnézést, hogy én is sok minden, fiatal koromban is nagyon sokat szerettem volna én rendmisére menni, meg hétköznap mindig ott lenni, meg minden. De amikor itthon a kötelesség is elfoglal, munkahelyre kell menni, a szüleim nem voltak, édesapám Oroszországban meghalt, engem nem látott. Édesanyám 32 éves korú beteg volt, 50 évesen eltemettem. Itt voltak a nagyszülők, itt voltak a gyerekek. De az is egy imádság, ha főzés közben, vagy munkahelyre megyek, vagy ott egy pohász, drága Jézusom, vagy mi, most már idősen vagyok, most már megtehetem, hogy mindig el tudok menni az Isten házába, és akkor csak arra akarok kitérni, hogy a fiatalokat nem szabad úgy, hogy na most így, mert ők is tanulnak, és dolgozni is járnak, attól bennek lehet az, amiben mi neveltük őket, hogy a hit, mert én is így voltam, hogy mindenhova, ahova csak tudtam, meg zarándok helyekre, mindenhova elmentem, de viszont mikor a kötelesség olyan volt, hogy el kellett látni, meg a betegek mellett ott kellett lenni, akkor úgy gondolom, hogy az is egy jó feladat, mert azt mondja az Úr Jézus, ha egyel valakivel jót tettetek, velem tettétek. Én is ezt így fogom föl is, nagyon sokat fájt, hogy édes drága Jézusom, de utána megköszöntem, hogy adott erőt. És mindenkit itthonról testileg, lelkileg elkészülve az utolsó útra el tudtam vezetni, és mellettem voltak fiatal koromtól közve, mert az édesanyámot is 27 éves voltam, 50 évesen azt is eltemettem. Itt maradtak a nagyszülők, a gyerekek, a férjem, minden, azt is 48 éves korában alul erőtte. Atya, én úgy gondolom, hogy az is egy szentmise szándék, hogy én a betegek mellett ott voltam, kiszolgáltam őket. Hiába vágyakoztam, hogy az Isten ajtaját kinyissam, ott legyek a jó Istenni, de most már megtehetem, most már megyek. Abár én is nagyon sokat beteg, meg minden voltam, csak azért, hogy a fiatalok, imádkozzunk, ahányan tudunk, menjünk, csak nagyon sok öregek is az elfoglaltság, és más világban élnek, nyugdíjat meg kell keresni, dolgozni kell, tanulni kell. Nekem én így fogom föl, mert volt nekünk is a Tébánián egy olyan, hogy szilveszter, mint amit az atya is említett, és akkor ott voltunk öregebbek is, fiatalok elvonultak egy másik helyre, meg mi, és olyan jó elszórakoztak, olyan, hogy szinte fölemelő volt még nekünk öregeknek is, hogy ott lehetünk a fiatalok között, és lehetünk, mert ők pingpongoztak, meg vasak foglalkoztak, meg minden, hát meg van egy szép imám, hogy azt elmondhatom-e. Köszönöm, tessék, meghallgatjuk. Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom, de amit rám vértél, szívesen hordozom. Szívemből szeretlek, ha meg is látogat, elébe térdelek, bármit csapastad. Te Krisztus vagy, mégis összerogytál, én ezerszer kisebb porszém a fordál, viszem a keresztem, csak erőt adj hozzá, ha neked úgy tetszik, valjék áldozattal, minden bűnömet bocsáss meg a földön, hogy a más világon engem ne gyötörjön,
Légy hozzám irgalmas, menj nekföldek, ura, imádkozz érettem Jézusnak, szent anyja. Köszönöm. Ismertem ezt az imát, ez egy viszonylag ismertebb és nagyon sokak által szeretett imádság, ahol nagyon hasonló gondolatok fogalmazódnak meg, mint a Zsolozsma kezdő invitatórium zsoltárában, amiről Mikivel beszéltem a szünet előtt, hogy, igen, hogy az ember odahelyezze magát Isten elé, és ezt a kicsit népiesebb nyelven megfogalmazva, de nagyon szép, amikor az alázatra tanít egy ima, hogy ki vagyok én, ki az Isten, és hogy kell hozzá fordulni. Én nagyon szeretem a Zsolozsmát, mert erre a lelkületre próbál tanítani, hogy az ember alázattal tekintsen arra a létére, amely előtt Isten előtt meg kell hajolnia és oda kell adnia önmagát. Úgyhogy köszönöm, ezt megosztotta. Biztos sokan örömmel hallgatták, igen, ezt az imádságot is, ahogy szép ez a téma, hogy tanúságot tenni az imáról, és az, igen, életünkről, amely imádságá kell, hogy váljék. Igen, ezt nagyon-nagyon sokat el szoktam imádkozni. Belebeszéltem most, Tatjana? Ön tessék, Pala, nem hallgatom. Mert még egy van, és ha azt is, az is ilyen, de hogyha megtetszik, még azt is hallgatom. Tessék parancsolni. Ó, édes Jézusom, hozzád pohászkodom, és szűzanyád által esbe pohászkodom. Ezen szükségemben segíts meg engemet, mert hiszen hatalmas segítő szent kezed. Minden reményemet te beléd helyezem, engedd, hogy kegyelmet találjak szíveden, szeretlek téged szívemből, lelkemből, szabadíts meg engem bűneimből, fogadom, hogy téged soha meg nem bántlak, teljes életemben téged hűszolgallak, fölajánlom neked testemet, lelkemet, szent szolgálatodba fogadj be engemet, szívesen viselem érted keresztemet, ki mint halálig szerettél engemet. Ó, édes Jézusom, borulva imádlak, hatalmas voltod, és téged szívből áldak. Szabadíts meg engem megen szükségemből, hogy hálát éghessek te néked lelkemből, add, hogy Máriával, Szent Józseffel mennyben láthassanak téged angyalait körében. Amen. Köszönjük szépen, legyen ez a végszó, és köszönöm, hogy megosztotta az imádságokat és ezt a tanúságtételt. Sok szép Istennel töltött percet kívánok, és hát minden kegyelmet, amit még az élet tartogat és adhat nekünk. Nagyon szépen köszönöm, atya, és nagyon-nagyon sok erőt, egészséget kívánok. Köszönjük. Minden atyának, még maguknak is, de én is óltam bodájkon még sokat. Köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztusét. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm, viszont hallásra. Picit még a ima életről, Zsolozsmáról, és ha van még telefonáló, majd szeretettel várom tanúságtételről, vagy bármilyen kérdésről, amit még érdemes beszélgetni, vagy bodajki tapasztalatokról is. Volt egyszer egy atya, él még, és nagyon szeretettel emlékezem meg róla is, vele voltam káplán, Tatabánya Bánhidán kezdő papként. Ő már akkor többi régebb óta ott volt, idősebb, korábban is ebben a státuszban volt, és mindig a reggeli, vasárnapi reggeli misét ő imádkozta, Zsolozsmás könyvvel mozgott, szokta csapni az asztalhoz, és megérkezett egy kávéra a Szent Mise után, beköszönt a plébános atyához, Laci bácsihoz, és nagyon aranyos volt, egyszer ott hagyta Zsolozsmás könyvét, ment ki az autóhoz, és nem vett észre, hogy nem vitte magával. Aztán látjuk, hogy jön vissza a plébániára, mert hát a könyv nagyon fontos, a Zsolozsmás könyv nagyon fontos, és akkor csak úgy félszóval viccesen mondta, hogy itt hagytam az asszonyt, és megmutatott a Zsolozsmás könyvre. Nem akarok ezzel semmi rossz áthallást mondani, csak hogy egy pap életében mennyire fontos az imádság, és hogy mit tud betölteni, pontosabban mit ad az imádság, az egy nagyon mély kapcsolatot az Istennel. Erre akartam csak ezzel a kis érdekes történettel utalni. De van egy telefonáló, szeretettel hallgatom az élőadásban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindenre. Én Gábor vagyok, Siófokról. Köszönöm. És nem a saját, hanem egy légzésbénult barátom tanúságtételét szeretném megosztani a kedves tévénézőkkel. Szalai Bélának hívták, 88-ban ismertem meg őt, és hát egy, nem tudom mennyire ismerik a tévénézők, ez a Heinemedinkornak az a változata, ami a légzizmot is lebénítja. És ez az ember se nem tudott járni, se nem tudott a kezével semmit tenni, viszont a Szentírást betűre ismerte,
mert csináltunk neki egy ilyen állványt, és azon preparálva volt így könyvenként a Szentírás, azt olvasta, és abból adott tanácsot mindenkinek, így tudott jót tenni. Hát vele kapcsolatban rengeteg történetem van, de egyet szeretnék megosztani, amit ő mondott el nekem, és hát mivel ő már a Jóistennél van, még életében felhatalmazott, hogy ezt elmondhassam. A helyzet az, hogy egyszer valamiért rosszul tették be a kanült neki, és hát elkezdett fuldokolni, és aztán utána le is állt a szíve. És akkor elmesélte nekünk, hogy egy ilyen alagúton ment át, találkozott egy fény lénnyel, akit ő az Úr Jézussal azonosított, és akkor az Úr Jézus megkérdezte tőle, hogy mit szeretnél. És akkor Bélus azt mondta, hogy hát két dolgot szeretnék még az életemben megvalósítani. Az egyik, hogy a szüleim megtérjenek, a másik, hogy én, tehát Béla, az ellenség szeretetbe tökéletesedjek. Hát én évtizedekig jártam hozzájuk, és hát tanúsítom, hogy először megtért az édesanyja, aztán megtért az édesapja, aztán egyszer pont fönt voltam az intézetben, amikor is hát Bélával volt a legtöbb gondja a nővéreknek, és hát sajnos elég sokszor csúnyán beszóltak neki. És hát egyszer pont ilyen eset volt, és hát nem szólt vissza, pedig hát megtehette volna, hanem tulajdonképpen azt csinálta, amit én ismertem nála, hogy lecsukta a szemét és imádkozott. Tehát itt kapcsolódik az egész beszélgetés sorozat az imádsághoz, hogy ez a Béla egész életében rengeteget imádkozott. És hát elkezdett imádkozni a nővérért is. Na, akkor gondoltam magamba, hogy Bélus, te már tökéletes vagy az ellenség szeretetbe. És ez így is volt. És rá egy hétre kórházba került, rá pár napra hazahívta a Jóisten, tehát megadta neki azt is, hogy az ellenség szeretetbe tökéletesedjen. Hát ezt szeretném pozitív gondolatként mondani, hogy egy olyan ember, aki életében egy lépést tett meg, egy kanál ételt se tudott a szájához emelni, viszont rengeteg emberen segített, többek között rajtam is, mert amikor bajban voltam, akkor csak annyit mondott, hogy Gábor, olvasd el Jobb könyvét. És aztán olvastam, és szóval ezt szerettem volna megosztani, és nagyon köszönöm, és remélem sokan épültek belőle, főleg idősebb testvéreim, akik már tényleg csak imádkozni tudnak a szeretteikért, de az imának nagy ereje van. Én is 85-ben akkor tértem meg, amikor az áldott jó nagymamámat, aki rengeteget imádkozott, értem, holtan találtam, ez is a Jóisten kegyelme volt. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük ezt a tanúságtételt, és ha már szóba került ez a történet, akkor hagyd mondjam el, hogy az imádságnak lesznek olyan gyümölcsei, és kellenek, hogy legyenek olyan gyümölcsei, ami az embert szeliddé, jobbá teszi, irgalmassá teszi, tehát olyan tulajdonságokban erősíti az embert, amelyben nehézségeink vannak. Tehát az imádság által az ember le tud csendesedni, sokkal irgalmasabban tudja szemlélni az életet. És ez az ellenség szeretetre, azoknak a szeretetére vonatkozik, főleg akikkel nehézségben van. Van egy telefonáló, hallgatom szeretettel az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Én egy Nógrád megyei kis településen lakom, és szeretnék az előttem lévő hölgyhöz, aki az imákot olvasta be, vagy elmondta, már gondolom annyira időskorú, hogy ő elmondhatta már a korára való tekintettel, és én szeretnék, én is kaptam, egy atyától származik ez az imádság, és úgy egymásnak fénymásoltuk és átadtuk, ezt szeretném bemondani az atyának, vagy felolvasni, hogyha szabad. Szeretettel hallgatjuk, köszönöm, ha megosztja. Akkor mondom, felnézek az égre minden áldott este, keresem az Istent, mert beszédünk lenne. Nehéz szívvel várok, csöndben a soromra, tudom, odafönn is rengeteg a dolga. Én csak halkan mondom az ég csillagának, szólhatna egy jó szót az Úr angyalának, hogy a Jóistennek súgja oda csendben, Uram, a világgal valami nincs rendben. Hallgassa meg, imám, más kérésem nincsen, segítsen mi rajtunk, hiszen ő az Isten. Ember az embernek, farkasa lett régen, gyűlölet pert anyát sok ember szívében.
Rengeteg a földön a hontalan árva, Uram, ez a világ saját sírját ássa. Túl sok már a fájó búskönny a szemekben, Uram, a világgal valami nincs rendben. Anya a gyermekét sorsára hagyja, pénzét az ember, a lelkét is eladja. Háborúk zajában ártatlanok halnak, jól tudom, Uram, te nem így akartad. Nagyon nagy a bűnünk, amit meg kell bánnunk, bocsáss meg, úgy kérlek, minden gonoszságunk. Könyörögve száll fel, fohászom az égbe, Uram, a világnak te nélküled vége. Köszönöm ezt az imádságot. Amikor ilyen szinte versszerű imákat hallok, ahogy ön is megosztotta, vagy a kettővel előtte telefonáló hölgy is, ezekből azért visszaköszön egy régi világ, amelyben az Isten tisztelet és az Isten imádat az sokkal erősebb volt. Igen, igen. Ma egy fiatalnak azért nehéz ezekkel az imákkal föltétlenül azonosulni, mert nyilván ön is látja, hogy mennyire más világban élünk. Ez a tegeződés, ez a lazaság, vagy ahogy a mai világ mutatja. Igen. Teljesen ellentétes ennek az imáknak a megfogalmazásával. Nagyon köszönöm, hogy ezeket még hallhatjuk, mert lehet, hogy eltelik 5-10-15-20 év, és nem fogunk ezekből hallani semmit sem. Igen, és azért is értékes, hogy megosztotta, biztos sokaknak ez is segítséget ad és erőt ad, mert azért mindennapi keresztjeinket hordozzuk. Sokan nézik ezt a televíziót olyan helyzetben, hogy ez egyetlen egy lehetőség, hogy találkozzunk egymással lélekben, megerősödjünk, és halljuk, hogy igen, a másiknak is van nehézsége, nekem is van nehézségem. Én is néha szoktam belehallgatni a televízióba, és hallom, hogy milyen fájdalmakat osztanak meg az emberek, és hogy belegondolok fiatalként, hogy édes Istenem, milyen könnyű nekünk az életünk, hogy éljük a világunkat, ide megyünk, oda megyünk, és hogy bele se gondolunk, hány ember fekszik otthon, vagy ahogy az előző történetben megosztott szenvedéssel, viselt betegségben. Úgyhogy nagyon köszönöm ezeket a tanúságtételeket, és szerintem nagyon szép igen, dolog. Tessék, parancsoljon, nyugodtan. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hát ha keresztje van, akkor én elmondhatom, hogy nekem van. 43 éve meghalt karácsonykor a férjem, 27 éves voltam, ő 32, szívinfarktusban. Még akkor nem tudtak segíteni. Ott maradtam 2,5 éves és 9 éves kislányokkal. Most 71 éves leszek már. Ugye 43 éve pont karácsonykor, december 23-án a férjem halt meg. 4 éve meghalt az apukám, 91 éves volt. 3 éve meghalt a 17 éves unokám. Autóbalesetbe, a temetése napján este anyukám is feladta a harcot 8:30-kor. És egy unokatestvérem is meghalt a Covid járványba az 1 éve, úgyhogy 16 hónap alatt 4 temetés volt. És annyit mondom, hogy nem tudom, hogy bírom, sokan megkérdezték, hogy bírom ezt elviselni, nem tudom, de mindig kapok valami erőt, úgyhogy műtétek előtt állok, műtétem volt is, már még most is lesz mához 1 hétre, és mondtam is a fiataloknak, hogy mindenhova van nekik idejük elmenni, csak éppen a tempomban nincs. Bármit megtesz az ember, hogy ha vannak rendezvények, oda elmennek, de a templomot az valahogy nagy évbe elkerüli, ezt már több atyától hallottam, hogy olyan jó érzés, amikor az ember elmehet a templomba, mert a Covid-járvány alatt nagyon szép a misátem a tévébe is, lehet nézni kényelmesen potelba. De az mégis más, hogyha az ember ott van. Az mégis más. És mikor az embernek ennyi, ekkora keresztet ad az élet, nem tudom, hogy sokan nem gondolkodnak el, hogy másképp kellene. Nem csak a pénz hajházat van a világon, hanem egymással szembe. Nem úgy kellene élni, hogy ha valaki elesik, akkor nem, hogy felemelem, ha még egyet rúgok vele. Vagy a nem törődömség, a közömbösség, hogy egyszerűen nem érdekli igen, az embereket igen. A másik nehézsége. Igen. Engedje meg, hogyha műtét előtt áll, felajánljam, hogy egy szentmisét elimádkozunk önért is Bodajkon, így névtelenül, látatlanul, de ezt engedje meg, hogy felkínáljam, és az nagyon szépen köszönöm, és egy szentmisét a Bodajki Szűzanyánál felajánlok. Egyedül élek, de hálát adok a jó Istennek, hogy a 2 lányom most már, ugye ők is anyák, úgyhogy én hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen gyerekeim vannak, napi szinten beszélünk telefonon többször is, hetente jönnek, de mondtam is, hogy a gyerekeket nevelni kellene, mert a 17 éves drága unokám is, még 21-én
vagyis 2021. január 3-án itt volt, segítettek anyukámot, mert 13 évig ápoltam a demencia beteg anyukámot. Apukámnak nem olyan volt, de ő 91 éves volt, anyukám 94-et betöltötte, amikor meghalt. 13 évig ápoltam őt a demencia betegségben, csak két öregecskét. Rengeteget segítettek a gyerekek önzetlenül, a unokák. És még ez a kisfiú is itt volt, három órakor, segítettek tisztába tenni újra az anyukámot, és ma 6 órakor megtörtént a baleset. A kettő megúszta egy karcolás nélkül. Ő meg a hátsó ülésbe ült, mert mindig az volt neki mondva, hogy be kell kötni magát, úgy tanították őt a szülei, és a anyós ülés, ahogy szokták mondani, annak a háta mögött ült, be volt kötve, és akkor borzasztó gyorsan ment a társa neki, 17 éves fiatal gyerekek voltak, és akkor a miénk az meghalt. Úgyhogy 3 órakor még itt volt, még össze-vissza puszilgatott, már 6 órakor tönkretették őt. És nem bírunk belenyugodni. A gyerekek az volt a reggel este, a temetőbe kezdik a napot a lányom is, a velem is, a nagylány is. Nem tudjuk megemészteni, az egész családunk teljesen tönkre van menve. Nincs azért, a napban másodperc. Nincs a napban másodperc. Csak a fénykép van kitéve, és ilyen kis mécses, elemes mécses égetek minden nap világít neki. Hát imádkozzunk érte is, meg a családért is ezt megtesszük. Köszönöm, hogy telefonált. Lassan a műsor végére érünk, és egy pár szóval szeretnék elköszönni, vagy így összegezni ezt a mai napot. Nagyon köszönöm a sok telefont. Ennek a műsornak így van értelme és értéke, hogy együtt gondolkodunk, együtt imádkozunk. Megosztjuk a nehézségeket, megosztjuk az örömöket, és papként is jó hallani a hívek tanúság tételét. Az is biztos, hogy jó, és ezt hagyd mondjam el önöknek papként, hogy szeretnek bennünket, és sok szeretetet kapunk önöktől. Nem akarok most nagy szavakat használni, egyszerűen csak azt a szeretetet, azt a tiszteletet szeretném egy kicsit visszaadni, vagy ebből visszaadni valamennyit, amit kapunk a híveinktől. Tényleg én 15 éve vagyok pap, de lépten nyomon arra azzal találkozom, hogy ahová az ember szeretetet visz, oda százszorosan kap vissza, hogy Máté evangéliumában a meghívásunk, a hivatásunk szól, hogy százannyit kaptok már ebben az életben. És ugyanakkor nagyon jó tanulságot tenni arról is, hogy az embernek van egy Isten kapcsolata, amely nyilván nem tökéletes. Nem titkolom, hogy gyerekként nagyon nehéz volt nekem is például a rózsafűző, nem is mondtam. És amikor kezdő pap voltam, és a Zsolozsma kötelezettsége inkább egy kötelezettség oldaláról volt nehezebb, és azt figyeltem, hogy jaj, mindig el kell mondani mindent. Kellett idő, hogy az ember azt mondja, hogy ezt most örömmel mondom, és de jó, hogy van, és hogy nyilván vannak olyan fáradt pillanatok, amikor hát nehéz elmondani, de akkor is az ember arra gondol, hogy mindig ad valamit, mindig többé teszi az embert. És tényleg jó arról tanúságot tenni, hogyha nem imádkozunk, akkor az Isten kapcsolatunk az kiürül. Nyilván úton vagyunk, és mindenkinek más az ima élete. És nem is arról akartam a tanúságot tenni, hogy sokat kell imádkozni, és csak a Zsolozsma van. De biztos sokan nézték úgy az adást, akiknek esetleg lehetősége van, hogy akár megrendeljék a Szent István társulattól az egykötetes Zsolozsmát, és kinyissák, tanulmányozzák, egy-egy himnuszt, egy-egy zsoltárt elolvassanak belőle, vagy éppen egy templomi közösségbe bekapcsolódjanak. De azok se érezzék rosszul magukat, akik tanúságot tettek arról, hogy atya, nem látunk már, nincs okos telefonunk, nem tudunk ilyeneket már imádkozni, de ott a rózsafüzér nekünk, és olyan jó ez a televízió is akár, amely sok imádságot közvetít, bekapcsolódni, és már is más úgy imádkozni, hogy tudom, hogy együtt imádkozunk, hogy közösségben imádkozunk. Van az imádságnak is egy közösségi oldala, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy mi atyánk, akkor rögtön arra megtanít bennünket, hogy az imádság az egy közösségi létforma is. Beszél arról is Jézus, hogy menj be és zárd be az ajtót, és te legyél mennyei atyáddal. Ugyanakkor tanult arról is, mint szőlővesszők a szőlőtőkén, hogy azt mondjuk, hogy mi atyánk, hogy közösségben legyünk. Mert a közösségben elmondott imádságot, mintha az Isten is másként venné, és másként hallaná. Jó imádkozni, és talán a fiatalokhoz is ezt üzenem, hogy
hogy a mai fiatal, amely nagyon modern és gyors életet él, azt hiszem, hogy ez a gyors szó, ez jó. Mindent azonnal, rögtön, mindenre szükség van, és csak egy rövid ideig tudunk figyelni dolgokra. Sokszor nekünk is nehézségünk, akár nekem is nehézségem, hogy nem biztos, hogy kellően odafigyelek a másikra, vagy ráfigyelek, vagy meghallgatom, vagy időt adok neki. És hogy az imádság is segített ebben sokszor, hogy az embert lenyugtassa, és belehelyezkedjen egy olyan helyzetbe, hogy most hallgasson, figyeljen, ráfigyeljen a másikra. Talán a fiataljainknak is segítség lehet ez, az a fajta szemlélődés, amelyben menve a villamoson, elindulva az iskolába, egy picit kitekint az életből, és azt mondja, hogy talál egy szép dolgot, egy jó posztot a neten, vagy bármit, és azt mondja, hogy Istenem, de gyönyörű vagy, hiszen ezt is egy picit te adtad. Az emberi elme vívmányait, az a modern világnak a technikáját, amitől sokan óckodnak, hogy milyen furcsa és milyen rossz. De Istenem, ezt is te teremtetted. Vagy egy Szent Ferenci szívvel nagyon szeretek túrázni, és valóban csodálni a természetet. Eltelt az időnk, köszönöm ezt a ma délelőttet a televíziónak, és köszönöm a kedves betelefonálóknak is. Szeretném újra elmondani, hogy a televízióval kapcsolatos kérései, kérdéseiket a közösségszolgálat telefonszáma és e-mail címén tehetik meg. A közösségszolgálat telefonszáma 061-780-8085-ös telefonszám, és a közösségszolgálat@evtn.hu e-mail címen ékezet nélkül W-vel írva írhatnak a televíziónak. Nagyon köszönöm, hogy én is itt lettem, a televízió munkatársainak is, hogy meghívtak, és hogy együtt tehetünk tanúságot az imádságról. Kívánok sok szép imádságban eltöltött percet, sok tanúságtételre adó lehetőséget, és kívánom, hogy egyszer örök imádságunk is a mennyországban meghallgatásra találjon. Áldott napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!